napot kívánok a Sport egy nézőinek. Kérem szépen, azt hiszem nem túlzással azt mondom, hogyha a futballal hasonlítjuk össze, olyan, mintha a Real Madrid jönne Magyarországra, én azt hiszem nem túlzok, hiszen az Euroliga bajnoki címevédője női kosárlabdában megfelel ennek. Ha nem, akkor most gyorsan meg tud cáfolni vendégünk Burtás Pál, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Szervusz, jó napot kívánok, valóban így van, a tavalyi Final Four győztese látogat ma Pécsre. Méghozzá egy olyan csapat, kedves nézők, hogy érdemes a számokkal is egy kicsit bíbelődni, a 12. forduló, igaz, most a 13. forduló. Ez az együttes a két csoportban számolva ezeket a legtöbb pontot dobta. Átlagban 80 pontra jön ki a dobott pontok száma, míg a legkevesebbet kapta, ez meg 60-ra jön ki meccsenként átlagban. Hát természetesen vannak, ahogy Pestésen mondják, kutyaütő csapatok is még itt az Euroligában is, de hát kimagaslik ez az együttes. Ha még azt is elmondom, hogy 11 győzelem mellett csak egy veresége van, akkor persze mindent elmondtuk el a csapatról. Igen, nagyon-nagyon jó csapat. És hát az előbbi hasonlatodnál maradva valóban Real Madrid szintű. Egyrészt azért, mert egy végtelenül jó szerkezetű csapat, tehát nem elég az, hogy jó játékosok játszanak, nagyon-nagyon jó a szerkezete, jól ötvöződik a magas és a mezőny embereknek az aránya. Egy veresége azonban eddig már becsúszott, egy vereség a Jekatyerinburgtól kapott ki, a megerősödött Jekatyerinburgtól, amire azért ők sem számítottak teljes egészében. És ez, én azt hiszem, hogy a pécsiek önbizalmát erősítheti, hisz bizonyítja, hogy azért a Valenciennes-t meg lehet verni. Hát reméljük, hogy így lesz. Ez innen Buttás Pál véleménye. Nagyon fontos az is, hogy mit mond a hazai szakvezető szokásunkkal ellentétben. Most akkor Pécset várjuk, a Sport egy kamerája és mikrofonja elé Rád Géber Lászlót. Itt emellettem Rád Géber László, a pécsiek mestere. Van végre a Pécsnek az ötös posztra embere, aki most még nem játszik. Elég lesz Európa legjobbjai ellen a szív és az ész. Azt elértük, hogy a mai mérkőzés ne legyen élet-halál számunkra. És ez egy nagyon fontos dolog, mert azért az Orsi Valenciennes, szerintem az Orsi Valenciennes és a Jekatyerinburg per pillanat talán a Dinyával a két Európa két három legerősebb csapata. Tehát elkerültük azt, hogy a mai meccsen dőljön el a továbbjutás sorsa. Most az van, most az másodikak már matematikailag sem lehetünk, mert a Brno tegnap legyőzte a Tarbuszot, és elvileg a harmadik hely, ha mi nyerjük a két meccsünket ma, és nyerünk kint Franciaországban Tarbusz ellen, akkor a harmadik helyen végzünk, és akkor a másik csoport másodikjával játszunk. Ha egy meccset kikapnánk, mert ugye, ahogy megjósoltam, a Jekatyerinburg valószínűleg nem fog mérkőzést veszíteni, akkor a negyedik helyen végzünk, és akkor az első helyzetre játszunk, ami úgy látszik, hogy ott a Gdynia, 100%-osan ott már a Gdynia. Nem szabad válogatni ellenfeleket, nem tudjuk, hogy ki a jobb. Ma minden esetre nem azon gondolkozunk, hogy jobb harmadiknak vagy negyediknek lenni, mindig jobb győzni, mint kikapni. És ahogy a lányokat fel is készítettem erre a meccsre, remélem, hogy ezt átérzik, hogy ennek a csapatnak nem jár prémium azért, hogy bejutott Európa legjobb 8 csapata közé. Ezt a pécsi vezetőség normális dolognak tartja. De egyetlen egy fillér prémiumot nem kapunk, talán ez bele van építve a fizetéseinkbe. De a szakmai hiúságunk azért helyén van, hogy ott vagyunk a 8 között, és ez legyen a prémium, ez legyen a kosárlabda ünnepe, hogy Euroliga győztes ellen tudunk játszani, akik tavaly rajtunk keresztül nyerték meg az Euroligát, a Sport egy néző erre biztosan emlékeznek is. Most meglátjuk, hogy hol állunk, merre tartunk. Itt van most körülbelül 20-25 perc van a mérkőzés, 25 pontosan láttam, én a 25 perc van a mérkőzés kezdeték. Régen voltak ennyien a csarnokban ilyenkor, itt most 5-6 ezer ember lesz a csarnokban. Tehát az a jó ebben a meccsben, hogy nem, tehát mint ahogy, amiről múltkor beszéltük, kicsit fáradtabb voltam, hogy ma talán erről nem kell, hogy szó legyen, tehát nem élet-halál kérdés, de megnézzük, hogy merre tartunk, hol vagyunk, és akkor a negyed döntőbe talán tudunk valamit produkálni. Az Orsinak már egyáltalán nincs tét ezen a mérkőzésen, hiszen az első helyet be van biztosítva. Úgy érzi-e, hogy lehet-e most nyerni a Valenciennes ellen? Erről beszéltem én is, elvileg nekünk sincs tétünk. Tehát most az, hogy harmadik vagy negyedik az ember ebben a csoportban, talán mindegy is.
azért az Orsi Valenciansnak egy olyan, hogy mondjam, imázsa van, és egy olyan, tehát egy Euroliga győzelem, ugyanaz, mint a PVSK, sokszor már játszott olyan meccseket az alapszakaszban, hogy már megnyerte az alapszakaszt, de még mindig mi nem kaphatunk ki sehol, soha, ugyanúgy van ez a Valenciansz, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy meccs lesz, és maga a kosárlabda ünnepe, mi pedig megpróbáljuk ünnepelni magunkat a meccs végén is, habár nagyon nehéz lesz. Mi természetesen ezért szorítunk, köszönöm szépen, és jó mérkőzést! A Szomá is a stúdiói. Köszönjük szépen, hát én őszintén remélem, hogy Rád Géber László utólag sem fog megsértődni, de szerintünk, már mint én szerintem és Buttás Pál szerint azért még megvan az a bizonyos matematikai esély. Igen, a matematikai esély megvan, mert amennyiben ma nyer a PVSK, akkor pont egálba lesznek a Brünnel, és akkor az utolsó forduló még bejöhet egy brüni vereség, és ha ez így lesz, és a PVSK pedig nyer idegenbe, akkor pontosan egy ponttal megelőzi a Brünt. Na akkor számokban is meg tudjuk ezt mutatni, mindazt, amit itt nekünk elmesélt Buttás Pál. Kérem szépen, a Mézó Pécsi VSK együttese jelen pillanatban a harmadik, a Jekatyerinburg egy, hát ahogy is mondjam, csak egy nagyon gyenge együttest, a leggyengébbet a csoportból, a Polfát elfogadja, tehát ott nem kétséges, hogy nekik 22 pontjuk lesz, és amiről itt beszéltünk, hogy ha ma véghez viszik a pécsiek a nagy bravúrt a franciák ellen, a csoportot vezető franciák ellen, akkor három együttesnek lenne 22 pontja, és hát akkor még lehet csoda Lengyelországban az utolsó meccsen, hiszen Jekatyerinburg ott játszik, és hát nekünk is a másik francia együttes, a Tarbes ellen idegenben kötelező lenne a győzelem. Így van? Igen, pontosan így van. No, kérem szépen, más a helyzet a másik magyar résztvevővel, mert ugye van az Euroligában egy B csoport is, ugye akik látták tegnap, hát volt akinek mondjuk legalábbis a harmadik negyed, akár ilyen infarktus közeli helyzetet is okozhatott, amikor sikerült a Gyesev Orsinak 0-22-t csinálni, az volt az idegesítő rész, de hát őt meg a korábbi nagybajnokot, a Burzsi együttesét verték meg, és hát az a bizonyos harmadik hely, ez meg biztosnak látszik nekik. Én azt hiszem, hogy nem csak a harmadik hely látszik biztosnak, hanem egyáltalán a B csoportnak az első négy sorrendje. Ott úgy állnak az egymás elleni eredményekben, hogy a Burzs ugye jobb a Gyesevnél, a Gyesev jobb a Rózsahegynél, bármelyik, ha kikap, egyenlő pontszám esetén elő lesz, a Dínia ma amennyiben győz, egyértelmű, hogy akkor 24 pontja lesz, őt már nem lehet befogni, ő már biztos első. Itt kialakult az első négy helyezett, itt változás már nem várható az utolsó fordulóban. Szóval a soproniak ezt a mai mérkőzést úgy is figyelhetik, hogy nekik már a csoport, a másik csoport, az A csoport másodikjára kell koncentrálni. Így van, pontosan, az Orsi már arra kell, hogy figyeljen, hogy és készüljön, hogy az A csoportból ki lesz a második, mert az egy nagyon kemény mérkőzés lesz. Hát nézzük itt a mai két együttest, a franciáknak ugye mondtuk, hogy fantasztikus az eddigi aránya, hiszen idegenben egyetlen egy vereséget a Jekatyerinburgtól szenvedtek el odahaza veretlenek. Hát itthon kikapott ugyebár a Mizo PVSK együttese, a Gambrinus Brunótól, idegenben meg tudták őket venni, az az egy, hát fekete pöty van az itthoni teljesítményben. Idegenben viszont ugye volt három vereségük, a Como, a éppen most vendég francia együttes, illetve a Jekatyerinburgtól, de a nagy együttesek ellen azért megy idehaza. Igen, pontosan így van, hasonlóan a Gyesev Orsihoz hazai pályán életveszélyes a PVSK, függetlenül attól, hogy többször elhangzott már, hogy ötös poszton gondjai vannak, nem jön neki úgy össze az eredmény, ennek ellenére azért nagyon, és én úgy érzem, hogy ma is, főleg azért, mert gondtalanul játszhat, ahogy Rád Géber is elmondta, és ez mindig jó eredményt szokott szülni. De egymás közötti találkozókat illetve viszont ez lesz a 13. meccsük. Na, kinek hoz szerencsét? Hát, én azt hiszem, nem szerencse kérdése lesz ez a mai, mert két nagyon jó csapat, két nagyon jól felkészített csapat. Hát én, bocsáss, igen, csak az, hogy jó játék legyen, én azt gondolom, hogy ez lesz a legfontosabb ma. Mindenesetre az eddigi öt pécsi találkozóból négyet megnyertek a hazaiak, nagyon szeretnénk, hogyha ez a szám, hogy mai napon legalább egyel növekedne, ennyivel növekedhet egyébként összesen. Hamarosan Pécset kezdődik majd a találkozó, még egy kicsi pihenőt engedélyezzenek maguknak, mi is megtesszük ezt, aztán jöhet a találkozó.
Errol Graham kétszer próbálkozott elhódítani a világbajnoki címet. Először 1989 májusában mérte össze erejét a nagyszerű jamaikai Mike McCallummal, és ugyancsak leosztott pontozással, de kikapott. Másodszor a nagyváltó és középsúlyban egyaránt világbajnok Julian Jackson ellen próbálkozott, és ugyan a végeredményt még nem árulhatjuk el, de egyelőre legyen elég annyi, minden idők egyik legnagyobb KO-jával végződött a mérkőzés. A Box Rapszódiák következő részében Julian Jackson Errol Graham világbajnoki címmérkőzés ma este a Sport 1-en. A műsor támogatója az MKB, a minőség, kényelem, biztonság bankja. A kosárlabda rajongói immár két éve várják a Sport 1 történetének talán legnagyobb sztárját. Ő a Rakic legfényesebb csillaga, hiába Steve Francis és Yao Ming minden varázslata, minden szurkoló oldalát azt furdalja, hogy milyen lesz aznap este Mucci Norris haja. A streetball betyár idén még többet költhet a fodrászára, hiszen a kétszeres bajnok négy év után ismét bejuthat a rájátszásba, bár a texasi derbi éppen az éllovas Dallas kerül az útjába. Houston Dallas NBA mérkőzés közvetítés szombaton délelőtt a Sport 1-en. A közvetítés támogatója a Vestel. Mindjárt kezdődik a meccs. Vali, én azt hiszem, hogy ilyenkor az edzőnek is, meg a szurkolónak is nagyon nehéz fogódzókat találni. Pláne ha rátekint az eredménysorra, a legnagyobb különbségű vereséget éppen a Valenciennes-től szenvedte el a pécsi együttes. Tehát idehaza minden más szoktuk mondani. Nem jelent ez semmit, mert a tegnapi meccsre pillanatra a Gyesevorsi mérkőzésre kint kikaptak csúnyán. Tényleg úgy jöttek haza, le voltak törve. És tegnap már az első két negyed után majdnem behozták azt a 20 pontos hátrányt. Jó, hogy a vége csak 13 pont lett, de ez is bizonyítja, hogy még a nagy sztárcsapatok is, a nagy együtteseknél is vannak hullámvölgyek, még egy mérkőzésen belül is. Hát a Valenciennes is most az a helyzet, hogy ő már ott van, ő már onnan az első helyről nézi, nem tudni, hogy ma olyan formában lesz, mint volt december 18-án. Hát reméljük, hogy ez egy gála mérkőzés lesz, természetesen várjuk az önök észrevételeit, megjegyzéseit, meg mindent a mérkőzéssel kapcsolatban. Szóval szóljanak hozzánk, e-mailen a kosarlabda@sport1tv.hu, illetve SMS-en a 0630 3030 001-es számra. Pécset minden készen áll a találkozó megkezdéséhez. Innentől kezdve kommentátor kollégáinké, Rónai Egon és Pálinkás Józsefi a szó. Köszönjük, jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Hát itt valóban készen áll minden, sőt készen ül mindenki. Zsúfolt ház a Berdező csarnokban, és hogy a Kaplárett József gála hangulatról beszélt, akkor itt minden adott ehhez. Remélhetőleg a játék is olyan lesz, és akkor senki nem csalatkozik, a semleges nézők sem. Hogy milyen ez a két csapatos? Hát a hangulatáról ennek a találkozónak egyebek mellett például annyi, de inkább nézzük akkor az összeállításokat, ha már kollégáink voltak olyan kedvesek, hogy rögtön megmutatták. Tomaszewski, a franciák négyese ifjúsági Európa-bajnok, bronzérmes. Le Drem, Sandra Le Drem, az Európa-bajnok, az ötös. Alison Pfister, Los Angeles Sparks játékosa, nyaranta, a hatos. Európa-bajnok Edwig Lawson is, aztán Suzy Batkovics, világbajnoki harmadik helyezett ausztrál leányzó. A kapitány Audrey Soré, aki szintén Európa-bajnok természetesen, csak úgy, mint Nicole Antib, a 11-es, és Anne Wouters, a belga lány, aki tavaly az egész Euroliga sorozat MVP-je, tehát legértékesebb, legjobb játékosa lett. A 12-es van két fiatal, Börtel és Zsoli, ifjúsági Európa-bajnoki második helyezettek. Nem akármilyen az ellenfél, ezzel szemben itt vannak a pécsi lányok, akik szintén nem akármilyen teljesítmény nyújtanak. Az ez évi sorozatban sem, csak úgy, mint az elmúlt esztendőben, és azért azt ne felejtsük, miközben a jól ismert neveket látjuk, és miközben örömmel konstatáljuk, hogy sérült nincs, illetve hát Béres Timi lába rakoncátlankodik, de hát ez egy állandó közös többszörös közte és a játék között, hiszen voltak éppen sérülten játsza végig az egész szezon. Szóval, hogy milyen ez a hangulat és milyen a két csapat közti hangulat arról, hogy nagyjából annyit, közben a játékvezetőkkel is van módunk, lehetőségünk megismerkedni, hogy a két csapat ugye minden mérkőzés előtt mindig a két csapat kezet fog, ajándékot ad egymásnak, ezek jobbára kis zászlócskák, és amikor Anne Wouters meglátta a másik oldalon Béres Timát, akkor rohant át a túloldalra, hogy Béres Timitől neki kell az ászló, áttörelték egymást. Béres Tima az elmúlt szezont ugyanis éppen ebben a csapatban, Európa legjobb női kosárlabda csapatában pattogtatta végig, az úszóban vagy a Valenciennesben, ahogy tetszik, úgy mondjuk. Minden esetre
nem akármilyen ellenfél jutott a pécsieknek, és ahogy Rádgéber László itt korábban Simon Judit kolléganőmnek mondta, valóban az egy szerencsés helyzet, hogy nem ez az a kiki meccs, ahol eldőlhet a pécsiek sorsa jövője. Igen, és ehhez a játékosok nagyon-nagyon hozzá kellenek, és remélem, hogy a játékosok is olyan felfogásban lépnek pályára, mint a Rádgéber László itt a Simon Judit kolléganőmnek elmondta a mérkőzés előtt, és a lányoknak is benne van a tudatukban, hogy egy egészséges önbizalommal itt egy nagyon jó formát lehet stabilizálni. Olyan játékosok ellen tudnak játszani, akik tényleg valóban Európa legjobbjai, és nekünk ez egy nagyon jó fölmérő és egy nagyon jó értékmérő mérkőzés lehet. A pécsi kezdőcsapat a pálya közepén, Branzova, Iványi, Béres, Károlyi, Újvári, és várják az ellenfelet. A nagy nevű ellenfelet, Európa legjobbnak kikiáltott csapatát. Két évvel ezelőtt ott voltak a döntőben, és a nagy francia ellenlábas éppen a Bourges verte meg őket, és így nem lettek Euroliga győztesek. Na tavaly ez már sikerült, és ahogy Rádgéber László ugye utalt rá, éppen a pécsieken keresztül vezetett az út, a pécsi csapat keresztül vezetett az út a legjobb négy közé, akkor a Pécset kellett 2-1 arányban kivernie a francia együttesnek. Itt Pécsen akkor is győztek a lányok, amint ugye ez már tradicionális utoljára a 96-97-es szezonban verte meg az USZVO a pécsieket. A Laubert Dezső sportcsarnokban reméljük, hogy a hagyomány marad így. És most egy megemlékezés Mánfai Zoltánra, a csapat egykori edzőjére, aki a napokban hunyt el. Pécsiek, itt a kosárlabdázók őrzik az emlékét. A mérkőzés pedig ezennel elkezdődhet. André Jelen, a szlovén, és Doru Vinaszi, a román játékvezetők, a labda pedig a franciáknál. Akiknél ugye csupa-csupa olyan ismerős, akiket az elmúlt években is folyamatosan megcsodáltuk, alig változik az USZVO kerete. Maximum annyiban, hogy hozzák fel a fiatalokat, ami azt mutatja, hogy az utánpótlásra is komoly súlyt fektetnek. Károly Andrá pedig közben egy lost pass után labdát szerez. Az első akció így volt Hambába ugye, aztán pedig nagyon nehéz volt megszerűíteni azt a labdát. Szóval a franciák nagyjából áradó kerettel dolgoznak. Éves Fili pedig éppen barátnője, M. Walters mellett dob egy két pontos. Megvan az első. Szoré. Meg a tripla, ami nem megy be. A lepattanó feladják a franciát, Újvári pedig hozhatja már a labdát. Ötezer néző a nagy meccseken szokott hangulat itt Pécsen, hát ha más nem, akkor ez biztos belehajszolja a lányokat a jó játékba. Béres! Pedig szépen csinálta kár érte. Sorry! Rozon, Waters, Fister, alig ő eresztette el a rosszul sikerült triplát. Sorry! Ez is lejön, Béres pedig elhozza. Az ő csatájuk éppen Waters-el, elég izgalmasnak ígérkezik ezen a meccsen. Nem volt ez zseniális dolgokra képes, láthattuk már többször is. Megvan a labda közben. Romulos volt, hogy Károly Andrá visszahúzta. Egy pillanatra azért hallgattam el, mert itt ülünk mellette, én úgy láttam, hogy bizony letette a lábát. Szerencsére a játékvezetők nem. Szóval nem volt ez zseniális dolgokat tud, és néha teljesen eltűnik a mezőnkben magassága, képességei ellenére. Reméljük, ma inkább az utóbbi formáját látjuk. Bár ugye, aki gála előadásra számít, annak pedig azt kell, hogy igazi kiki meccs legyen. Abban is benne vagyunk. És ez, Lorzon. Bocsánat, ez a gálához hozzátartozik, hogy mindkét csapat gáláns, emberfogásos védekezéssel kezd. És hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása. Iványi minden esetre Fiszterrel most felvette a csatát. Branzova védekezik, és Waters hozzá a lepattanót. Közben lejárt az idő. Laurent Buffard valamit nem ért, és reklamál a játékvezetőknél. Józónak is mutatják, hogy itt a világon semmi baj nem történik. Nyugi. Annyi volt az egész, hogy megszólalt a Duda, a franciát meg nem vették észre. Marad a 2-0. Újvári. Branzova, onnan el lehet bizony dobni, el kell vállalni, legalább meg kell próbálni. A labda miért? Marad a pécsieknél.
Brazova felkínálja a Károlynak, Andrea viszi is. És Józson hozza. Szoré. Újváriról megy ki. Egyetlen vereséget szenvedett francia bajnokságban eddig az Union Sportive Valenciennes Olympique Orsiz, az pedig éppen attól a Brüsttől, amely ugye egy gyesert nagy ellenlábas a másik csoportban, és amellyel szemben olyan remek diadalt adtak a sofronyiak a tegnapi napon. Brazova! Majdnem meg volt a lepattanó, aztán lecsorgott Béres Tíme a kezéről, és Lozon meg megy, és ott a fal Károly Andrea ellen, nem is lehet vitatkozni. A eddig lejátszott mérkőzések alapján a Valencien csapata 3 pontos dobás 30%-kal dobta az előző kiadott, 3 pontos is valahol ezt fémjelezte. De a közelieket viszont, és itt kell megjegyeznem, 52-53%-kal, tehát erre nekünk nagyon oda kell majd figyelnünk. Meg Antibra is, aki így lép be a védők között, ahogy azt a minél láthatták. Károly kap egy faltot, ha bement volna még jobb, de így sem rossz. Az első büntetők a mérkőzésen. Gála ide vagy oda, eddig nem egy gólparádé. Nem bizony, és két jól védekező csapatról beszélhetünk. 2-2 az állás, és ez azt jelzi, hogy 3 perc elteltével. Nem nagyon találják a fogást egymásra a csapatok. Nem bizony, ez az emberfogásos védekező csapatokra jellemző. Most viszont akkor 4-2. És megint Fister. Antib. Waters. Természetesen Béres vele szemben. És hát, nézzük csak, így majd okosabbak leszünk. Végül is annyiból fújható, hogy az nem volt egy teljesen stabil állapot, hogy Béres fogadta a beforduló Waters. Igen, megtolta egy kicsit. Pedig számított rá, hogy az alapvonal felé fog lepördülni. Hát ha valaki ismeri, ő biztosan. Így van. Csak sajnos Waters nagyon jó büntetődő volt. Béres Tina sorsa érdekes volt a franciákkal. Ugye hívogatták nem először már, amikor végül beadta a derekát és elment, mondván, hogy hát sokkal többet fizetnek, és mégiscsak Európa egyik legnagyobb csapata. Az ember ilyet, hogyha kétszer-háromszor hívják, már nem utasít vissza. Közben Iványi dobása jön le a gyűrűről, de visszaszerzi. Iványi harcossága nagyon sokat számított ezen a meccsen. Brazova. Ott van Újvári, egy pillanatra meg lett volna talán a lehetőség. Így még jobb, ott a tripla. Mondom én, de nem adja meg a játékvezető. Három másodperc. Igen. Három pont helyett 3 másodperc. Kár érte. Szóval visszatérve Béres Tímeára. Aztán egy évet lehúzott a francia csapatnál. Nem is érezte rosszul magát, csak hiányoztak bizonyos dolgok. Például érdekes módon Rád Géber László üvöltése, amennyire azt lehet tudni. Tehát az a hangvétel, az az edzői stílus, ami Rád Gébert jellemzi. Aztán ez az 5000 néző, amelyik rendszeresen látogatja a pécsi mérkőzéseket, és harmadsorban persze a családja, akiket itthon hagyott. Nyilván nem harmadsorban, ha már sorrendet kell felállítani. Úgyhogy hazajött egy év után. Lábat kiállt mindenki szinte egy emberként a pécsi csarnokban, nem teljesen ok nélkül. De nem minden láb szabálytalan. Legalábbis a FIBA 2 évvel ezelőtti új szabályzata szerint nem. Béres! Brazova. Gyönyörű játék, ez az. A
Ilyenkor szokták mondani az edzők, hogy na ugye, ha mozogsz, akkor megvan a helyzet is. Waters. Na ez a baj vele, amit most láttak. Nem csak magas, nem csak centernek jó, hanem kosárlabdázni is tud. Léres kapott egy életveszélyes passz, de megoldotta. Károly Andrea pedig a szokásos dobókedvvel játszik. Tiem, Brazova. Nagy rohanás a pályán, Iványi. Ivári Esztert próbálta megjátszani, de lefülelte a szándékát. A francia lány aztán semmit nem ért az elképzelés. Igen, egy nagyon szűk 3-2-es helyzet alakult itt ki, ahol talán együttemmel hamarabb kellett volna adni a Dalmának, és az Eszternek egy pont együttemmel hamarabb felé lépni, és akkor nem lett volna eladott labda. Közben Csereújvári helyett Tranquilli lép a pályára. A labda pedig Pistelnél. Sorry, Lawson. Waters kilép, kéri, Branzova jön vele. Ez pedig egy káprázatos szerelés Károlytól, csak szerencség nem volt. Hát hogy számított volna erre Iványi Dalma? Marad a 6-6. Hát 10-ig csak eljutnak a csapatok az első negyed végére. Antip, Lawson. Van még 5 másodpercük, nem kéne hagyni dobni. Szerencsére nem néznek fel az órára. Most járt le az idő. Nagyon jól védekeztünk, ezt azért tegyük hozzá, és ebben a fél időben is nagyon jól védekezünk, de aztán ez elmondható a Valenciáról is. Csak annak nem örülünk annyira. Károly. Branzova. Nem volt az bizony a vonalom. Sajnos így van. Elképzelés jó volt betenni a palánkkal, aztán kiosztani valamelyik oldalra, csak hát közel volt a vonal. Itt meg megvan a labda. Branzova. Úgy játszanak időnként a csapatok, mint a mind a kettő kottából olvasná a másik játékát. Karmesterek néznek így a saját zenekarokra. Pontosan tudják, hogy hova megy a labda, hogy mit játszanak. Aztán egy szabálytalan sem éres kínálattal Waters-szel szemben. És ez a negyedik hiba már a mieink, sőt az ötödik. Így van, ez már az ötödik hiba volt. Ennél nagyobb baj, hogy elég rendesen gyűjtögette Béres Timi a személyi hibákat. Hármat szedett össze ebben a negyedben. Mindet Watersről tegyük hozzá. Vergében László le is hozta, aztán Kirutikjet léptette fel a pályára a helyére. Másik oldalon is volt különben csere. Tisztel helyett ötre nem rossz cserék ezek. És jó büntetők voltak ezek is. Igen, nem jó üzlet nekünk volt ezt faltolni, mert nagyon jó büntetők. Itt ha meg nem faltolják a lányok, akkor meg az a baj. Talán ki kéne védekezni. De hát az sem könnyű egy 200 egy néhány centis lánynál. Meg is nézem pontosan rögtön, hogy mennyi nagy butaságot mondja. Ha jól emlékszem, 202. Itt a mi adataink szerint 193, de ez kizárt dolog. Iványi. Csoda vigyel. 10-6 a franciáknak, 2 percen belül mindjárt. Sorry. Ő is bedobja. Na most kellene egy kicsit összeszedni magunkat. Rádgében László időt is kér rögtön. Hát igen, nem jobban elléptek a franciák.
és az annak köszönhető, hogy védekezésben helyet hagytunk, hogy eldobják a labdát. A másik nagyon nagy gond a mi játékunkban, hogy hosszú percek óta igazán nem kerültünk helyzetbe, és nem tudtunk gólt dobni. Ennek a Iványi Dalmának is a hárompontos helyzete már egy eléggé utolsó pillanatban kötelező jelleggel el kellett dobni a labdát, mert különben elvesztett a gólt. Hát ha Rágéve Laci tanácsaival is hallunk valamit. Hallunk, igen. Két Tranquilis Brazzava kedvéért mondja el angolul is a tanácsokat, hogy az ő életét nem könnyíti persze, de hát ez már egy nemzetközi játék egy-egy csapaton belül is értelemszerűen. Dilutikének már nincs szüksége tolmácsolás, magyar szavakat tökéletesen érti, mintha kedves akcentussal is válaszol rá. Igen, hát borzasztó keveset dobtunk, ez egyértelmű, mint a Veledőny is mutatja. Az a 6 pont ebben a tulajdonképpen 8 percben, ez nagyon-nagyon kevés. Még akkor is, hogy csodálatosan védekezik egy csapat. Hát az utolsó igazi helyzet, ami olyan klasszikus helyzet volt, még Károly Andrea találata volt, amikor a keresztbe befutás után kerül Zicserbe, és itt van rögtön a megoldás, Iványi. Ugye, hogy van válasz. És van megoldás, igen. Befutás, befutás, minden mennyiségben. Waters, Lawson, Zoli szabadul ki Tranquilli öleléséből és kapja meg a labdát. Ez meg egy rossz passz lehet jönni. Jót tett az időkérés, úgy néz ki. Gondolom az sem nagy tragédia nekünk, hogy egy kicsikét pihen a belga lány, nem Waters. Rain Suzy Batkovic. Az ausztrál légiós játszik, ő ballagott itt most vissza a képen, és jelezte korábban, hogy törölni kellene ott, mert bizony csúszós a talaj. Tranquilli. Károly keres valakit, akinek adni lehet, egy lélek nincs, aki kéri, most Brazzava kilépett és elkérte, a labda pedig marad nálunk, de már csak 9 másodperc a támadó idő. John Waters megint. Nem sokat. Kihetett. Ez pedig persze Lawson éri el a legkisebb a pályán és a legszürgébb. Na ne! Ez nem kellett volna. 15-8 a franciáknak. Na ez az. Olyan ugye nincs, hogy az egyik oldalon bemegy, a másikon meg nem lehet. Meg kell próbálni. Batkovic, Szoré, Drem Batkovic, ott egy kis támadó gyanú a dologban, de mehet tovább, különösen úgy, hogy nálunk a labda. És van még idő is, bőven, még 2 támadó idő van, illetve a miénkből már kevés, és ezek rossz passzok folyamatosan, nem néznek fel a lányok, azt figyeltem, hogy igazából érzésből adják a labdát, ami nem baj, ha pontos. De most már nem először kapnak így befelé a palánk alá a lányok olyan passzokat egymástól, amik elérhetetlenek. Igen, és ezek a bosszantó hibák mind morálisan is egy picit szélzillálják a csapatot. Közben a franciák kapnak egy figyelmeztetést a játékvezetőtől, amolyan utolsó figyelmeztetés, gondolom egy technikai előtti utolsó, a folyamatos reklamálásért. Érdekes módon nem a pályán lévők, hanem a kispattomból. Ödrem, Waters, ott a túloldalon Lawson, nem jut rá ember, most veszi fel Károly Andrea. Szépen kijátszották, mire az egyik oldalra eljutottak a lányok, addig a másik oldalon ott maradt szabadon az ember, és be is dobta. Itt pedig van 3 másodperc is, egy utolsó kísérlet. 17-11 az első negyed után az USZVO-nak, a Valenciennesnek másképp mondva. Nem a legjobb kezdés, de lesz ez jobb is, legalábbis ebben bízunk itt Récsen. A keveset, főleg a szépnek kell becsülni, ezt most az eset pontokra értem, mert sokáig úgy volt, hogy sztrájkolnak a játékosok a pontokat illetően. Maradjanak velünk, hamarosan jön a második negyed. Hé,
Egy fél idő, egy műsorvezető, három vendég és megszámlálhatatlan vélemény. Ez a Heti Helyzet. Egy műsor, amelyben három dologra vagyunk kíváncsiak. Nevezetesen arra, ha valaki ellopta, elszökött vagy elszerette. Egy műsor, amelyben a hét sporthíreit kommentáljuk. Egy műsor, amelyben nem szakmai elemzéseket, hanem színeket, ízeket és érzéseket mutatunk be. Egy műsor, amelyik az ország nevezetes figuráinak spontán reakcióira épít, akik csak mondják, mondják és megint csak mondják a magukért. Nekünk egy dolgunk lesz, hallgatni. Heti Helyzet, a hét sporthíreinek kommentálása minden pénteken, csak itt a Sport Egyen. A műsort az EON közreműködésével láthatják. A sztárok szombaton vagy vasárnap lejátszák bajnokiukat. Aztán hétfőn elutaznak a meccs színhelyére, ahol kedden vagy szerdán megint pályára lépnek, hogy megküzdjenek nagy nevű ellenfelükkel. Végül csütörtökön hazautaznak, vagy levezető edzésen vesznek részt, hogy pihentek legyenek péntekre. Miért éppen péntekre? Mert péntek este jön a Bajnokok Ligája magazin, amelyben megnézhetik magukat, és amelyből mi is megismerjük őket. Bajnokok Ligája magazin minden péntek este itt a Sport Egyen. A műsort az Amstel és a Mastercard közreműködésével láthatják. Hat után elhúztak a franciák, és ezt a különbséget tartották is. Most a második negyed 17-11-es vendégvezetéssel kezdődik. Kezdődik is mindjárt, Rádgéber László rendesen felforgatta a csapatot most. Elégedetlensége jele is lehet ez persze. Bejött Keller, itt van Virutítje, Károlyi, Újvári, Tranquilli. Most persze Wolters, aki mindenfajta vita nélkül úr a légtérben. Gyakorlatilag egy fejjel majdnem magasabb mindenkinél, aki a pályán van. Ennek megfelelő könnyedsége fordult most is be, és mégis is még ennek a befordulásnak az eredménye lett az is, hogy valaki Ledre betalálhatott helyette. 19-11. Károlyi. Tranquilli. Zeller kis birkózásban. Annyira éppen jó, hogy nem megjátszható. Károlyinak egyedül kellene elvállalni. Mosolyognak ám a lányok is, és a játékvezetők is egymással. Összesen 2 másodperc. Pálinkás József is aggódva mutatta itt mellettem. Mire lesz ki 2 másodperc? Hát semmire, mert az egyik oldalon bedobtuk, a másik oldalon kiment. Ezek azok a hibák, amiktől különösen aggasztónak tűnik az első negyed. Nem az eredmény, mert hát vezethet az ellenfél időnként, láttunk már ilyet. Hanem most sokkal több hibával játszik a pécsi csapat, mint a szokásos. Persze az is igaz, hogy az ellenfél függvénye is mindig, hogy mennyi hibát enged, illetve mennyi hibát nem torol meg egy-egy csapat. A franciák nagyon precízen, pontosan védekeznek. Kellene az ötlet a pécsi játékban. Főleg a támadó játék van, mert ennyi idő elteltével ennyi pontot kapni, pontosan 20 pontot kapni, az belefér. De a támadó játékunkkal van nagyon nagy gond, mert nem tudunk igazán helyzetbe kerülni, és nem tudunk úgy passzolni, hogy ne legyen ott a védő állandó jelleggel a pécsi lányok nyakán. Tehát több mozgás. Ebből a képből remekül lehetett látni, hogy Lózonék hogy mozogtak a pécsi lányokkal. Gyakorlatilag ki nem lehet szabadulni egy pillanatra sem. Talán így, hogy Tranquilli a kosár, jó! Jön rá egy dobás, bravo! Igen, meg lehetett volna előzni ezt az egész 12 pontos, vagy ha jól számolom, most 8 éppen 8 pontos különbséget, hogy mindig az az utolérős, hogy érjük utol magunkat, szóval ebben már borzasztóan el lehet fáradni. Hát talán fáradtság még nincs, sok ötlet sem egyelőre a pécsi játékban, de talán majd az is lesz 21-14 minden esetre az USZ-nak. Anti. Nála már hiába van ott a labda, egy szabálytalanságot látott Kellernél a játékvezető. Cserélnek közben a franciák, Fisztel érkezett. Wolters. Az jó.
Keller figyelt, és elhozta a labdát. Itt a Waters kezei közül Milutinje. Ott nem lehet az alapvonalnál elindulni. Keller jön segít, de őt sem engedik tovább. Újvári ott a gyenge oldal, teljesen tisztán Károly Andrea, és be is dobja! 17-21. Nézzük hazai szempontból, pécsi szemszögből az eredményt is. 17-21. Waters. Antip. Nagyon jó játékos Nikol Antip. Többször megcsaláltuk őt is az Európa-bajnokságon. Károlyi, ott nem lehet tovább menni, ott van Kellernek a dobóhelyzet. Kettő volt a vonalról dobta el, de ilyen szép volt így is. Ennyit változott a játék éppen azzal, hogy egészséges önbizalommal elvállalják a lányok a helyzeteket, és ezek végre eredményesek. Hát és mennyit változott a játék éppen attól, hogy vannak helyzetek, mert korábban ugye az sem nagyon volt. Igen, és a mozgás meghozta ezeket is, hogy üres elszakadnak a védőtől, kérik a labdát, és ez sokat számít. Béres Tímea jött vissza Vidotíke helyére, Béres most, jól látom, Antibot kapta, Botelszel pedig megy Keller. Igen, hogy Bérestől nem lehet kockáztatni, három személy hibája van már. Igen, és Kellernek is most már ez a második. Második hiba is. Majdnem meg tudta előzni. Keller anna már a Waterst, tehát sajnos már csak személyi hibával tudta a második ütembert szerelni. Megint 5 pontos a különbség, 24-19. A második viszont nem megy be, lehet jönni. Sőt, most még van terület is, hogy merre felé lehetne menni. Keller, Béres. Most már persze a franciák megtalálták az emberüket. Megint felálltak a védekezésbe, meg lehet azt még szerezni, így már nem, hát hiszen lelépett, átlépett Újvári Eszter. A pécsi közönség szerint a franciákról pattant át a mi térfelünkre a labda, szerintem nem, úgyhogy ezért most eléggé felesleges reklamálni. Hozzáteszem, általában felesleges, de néha az indulat az ember beleviszi mégis. Lózom. Tiszta. Géri Waters, nem ő kapja. Udren. Kellett, nem engedte most oda, nagyon ügyesen nem engedte oda Waters. Meg is van a labda rögtön. Újvári. Kellett. Tranquilli várja a túloldalon, de hogy lehet oda eljuttatni? Így már nem. Ezt pedig megint egy rossz passz, nem értették egymást a lányok. Értik egymást a franciák, igen. Antib. El az alapvonalnál gyönyörűen csinálta, nagyon becsapta Béres Tímeát. Eljátszott, hogy befele indul, ugyanazzal a mozdulattal elment mellette az alapvonalon. Tranquilli. A játékvezetők szerint tiszta szerelés, alig ha nem így volt, Lawson, Antip, Lawson. Ez is jó, mehet tovább. Csak mire várunk ilyenkor, Károly Andrea, mire várunk? Eleve feladtuk egy gyors indítás lehetőségét, pedig Újváriék megindultak. Béres. Keller. Károly, na most talán ott lesz az ígyszer. Úgy van! Megint 5, 26-21. De még mindig a franciáknak. Kicsit szabadabban játszanak most a csapatok, mind a két oldalon. Kicsit kevesebb a védekezés, nagyobb a rohanás. És Waters-re senki nem figyel. Azért más kérdés, hogy ő is képes hibázni. Szerencsénk volt. Tranquilli kap egyet a Grant-től, ezek után még a francia lány reklamál. Ennek szól a nagy fütt, Béres. Tranquilli. Tiszteltette oda a könyökét. Ez a második csapathiba még csak ebben a negyedben a franciák neve mellett.
Ezt nem lehet mondani, hogy nagyon belekényszerítjük őket, hogy oda üsselek. Ez az ítélet minden esetre igen, biztosan jó. És Tanküli több esetben a palánk alatt próbál megbírkozni emberével, akit most ugyan lecseréltek. De ez is a Rádgében látszunk, hogy taktikai húzás, hogy beviszi a palánk alá nálánál alacsonyabb játékos. Az jó! És az tripla! Van olyan kategória, hogy nagyon tripla, ez az volt, vagy még egy méterrel a vonal előtt dobt el Károly Andrea. 26-24. Elérhető közelségben az Iszmó. Nagyon jó jel. És az időkérés messze rögtön a franciáknál. Így van, ez a nagyon jó jel. Ez érzékelhető volt a játékunkban, hogy ahogy megjött a dobókedvünk, és ahogy ezek a dobások pontosabbá váltak, rögtön a játékképe és a játék jellege is megváltozott. Nem lehet csak védekezni, ez egy örök igazság, hanem ahhoz bizony pontokat is kell tudnunk dobni, és ez az utolsó szakaszban itt most összejött. Ennek köszönhető, hogy 26-24-re Rádgéber Lászlót halljuk. Igen, volt egy kulcsmondata Rádgéber Lászlónak, amit Rónai Jelgón is az előzőekben mondtuk, hogy próbáljunk indítani. Tehát az indítás hiányzik valóban a játékunkból, és így érzi a mester is, hogy könnyű gólokat kell dobni a francia csapat ellen, mert felállt védelem ellen borzasztóan megizzadunk minden helyzetért, minden pillanatnyi momentumért, ahonnan el lehet dobni a labdát. A Fütyöst annak szól, hogy a franciák nem jöttek vissza folytatni a játékot időben. Jelentem már itt van, hogy át is látják. Méres, Iványi, Károlyi, kellett próbált bejutni a tábla alá, az reménytelen volt, úgyhogy visszaállt rá, most lehet valamit kezdeni a Tranquilli. Ott már túl alacsony volt. Megint a kettő másodperc, az a fránya két másodperc, ennyi marad. Hát a most többre jutunk vele, Béres. Ó, igen, a dobás még megvolt, csak nem ment be. Pontosan 4 perc hátra lévő idő. Látogatlanul 2 pont, Batkovics tovább lőtt Rennek. Nem ütöttek oda a lányok, ami azt hiszem, hogy okos dolog volt, lévén a harmadik hibánál járunk már. És ha már elrontották a védekezést, ott Zitzelben már felesleges oda csapkodni. Károly labdája most lejön, és a nagyobb baj az, hogy indulhatna belőle a franciák. Iványi Dalma pedig szokás szerint kimereszi a labdát. Azon győz, hogy egy picivel több időt adnak neki, akkor még meg is szerzi, mint hogy meg is volt végül is, de hamarabb sípoltak a játékvezetők, hogy jöhet a feldobás. Hát ebben ugye nem a pöttöm Iványi Dalma a jobb, hát ellenfelesen egy óriás, Audrey Soré. De azért elpöcköli, mégis megvan. Szenzációs jó érzékkel helyezkedett Dalma. Tranquilli. Érez adta volna a zárás, de hát ennek ellenére nem lehetett tovább menni, ez viszont még jobb is így. Egy pillanatra egyedül van a Iványi Dalma, jött a középtávoli 28-26. 31. Mire kimondom, hogy áll a meccsevén a kapunk egy triplát. Szorétól különben. Zanfilli. Károlyi. Hihetetlen mennyi munkát, mekkora munkát végeznek a franciák. Ennek ellenére mozgással persze ezt a remek védekezést is meg lehet törni, fel lehet bontani. Erre láttunk most Tranquillitől példát. Óriási milyen lábmunkát végeznek a francia csapat védekezésben. Azt hiszem, hogy lehetne tanulmányozni külön akár ezt.
Ez lejön, és ez meg is van ezek után így. Keller nagyon ügyes testi épségét sem kímélve. Jön a félidő, hajrája az utolsó 2 perc, 28-31, 3 pont a különbség. De ez most már szinte nem különbség. Megint Keller ott lábat ért, itt pedig kiéleszenek után. Soréhoz hagyja el a labdát. Hát igen, a közönség egyértelműen azért tüntett, hogy Iványi Dalma rápattintotta a francia lány lábára a labdát, és arról ment ki. Ezt nehezen nem észlette meg a közönség. Mi meg most láthatjuk az igazságot. Már a lábról már ott nem pattant el. Már azt látjuk, hogy elpattant a labda a lábáról. De ott még egy kéz hozzáért, hogy melyik ki az, viszont innen mi meg nem tudhatjuk mondani talán. Ezt kéne kivédekezni még. Meg is van, Béres! Iványi. Tranquilli jön, kéri, nem kapja majd most, ha körbeért. És akkor Iványi Dalma veheti át az ő szerepét, tehát mehet körbe, bonthatja a védekezést. Majd dobhat egyet kívülről. Rozom. Ne hagyjuk ott a labdást. Rozom feje nem viszketett, az az egyik figurát jelenti. Biztos nem ezt, amit itt látunk, de azért megoldották így is. Azért rossz passz volt egyszerűen, Lödrem mentette meg a labdát. Ott kell visszasegíteni, mert ott nagyon nehézkéze van. Azaz. Most lehet jönni az óra. Egyébként, hogy a támadóidő már lejárt. Érdekes módon nem szólalt meg a Duda, nem baj. Béres, és kap egy faltot Matkovicstól. Nagyon eltalálta Kaplár F. József azt a gálamérkőzés, idézőjelben gálamérkőzés megfogalmazás, mert valóban egy olyan jellegű meccset látunk itt most. Igazi nagy presztízs csata, még akkor is, hogyha néhány dobás, főleg a távoliak nem mindig sülnek. Most Tranquilli kísérlete nem sikerült például. Barzovicsé viszont igen, igaz, hogy ez csak egy 2 pontos volt. Csak, de nem hiányzott. 33-28 időkérés. Bizony, és minden pontnak milyen jelentősége van. Nem véletlen kért időt Rád Géber László, mert nem szeretné, hogyha a második fél időben, a harmadik negyedben úgy mennénk bele, hogy egy nagyobb különbséggel, tehát megszervezik taktikusan a következő időszak feladatát. Igen, esetleg egy Róla Presszor visszadobja, hogy nem every real basketball, maybe they will show press or something like that. They're easy score. Különben meg keresztek akkor, hogy a Matkovicsban van, vagy melyik valamit a Banki. Azt a Banki, a Bundesliga, aki a négyesben van, azt keresítik meg egy-egyet. Alig van idő, gyakorlatilag egy támadásra való. Igen, és bocsánat, hogy közelállok itt, Rád Géber Laci letámadó zónára hívta fel a Bécsi lányok figyelmét, hogy nehogy elveszítsük a labdát, és ebből könnyű gól kapjunk. De azt hiszem, hogy ez be is, a franciák ezt a letámadást alkalmazzák. Mert Lazzon itt van elől, de inkább kitámadásra álltak föl, méghozzá egy 1-2-1-1-be, ahol a csapdát próbálják ott összehozni, de Károly Jandi szépen kihozza. Iványi, Újvári, Iványi, Tranquilli, ő bátran eldobja és nagyon röviden, viszont meg lehet még azt szerezni. Vonal is, Duda is. Volt itt minden a végén, csak éppen pont nem. 28-33 a vége, 5 pontos különbség, ugye 6 volt az első negyed után. Egyet sikerült ledolgozni, több lett a pont, több lett a találat. Az iram, a rohanás változatlan, és hogyha arról beszéltünk, hogy gálamérkőzés, akkor annyiból ez mindenképpen igaz, hogy amit a franciák védekezésben produkálnak, és amit a pécsiek helyenként védekezésben játszanak, az mindenképpen erre a kifejezésre illendő, illetve hát annyiból is igaz, hogy vendég van itt a csarnokban. Simon Juditnál nagy a tolongás, ennek több oka van, egyrészt mert egyszerre 2 vendége is van, másrészt meg mindenki arra kíváncsi, hogy kiállott mellette.
egy új szerzemény itt Pécsen, egy új center, és egy tolmács, aki nem más, mint az itteni szakosztályigazgató Rózsa Gábor felesége. Judit, parancsoljatok! Köszönöm szépen, itt eltehet mellettem annak a bizonyos ötös posztnak a betöltője, ami eddig nagyon hiányos volt itt Pécsen, igen jól csengő neve van, Erika Krisztina de Sousa, remélem, hogy jól ejtettem. Köszöntelek itt Pécsen! Nem tudom, mennyire sikerült megszokni ez alatt a két nap alatt ezt a hideg európai klímát. Como é que tu podias acostumbrar-se a este tempo de tão frio, mas do frio brasileiro? Eu vou me acostumar um pouquinho, apesar de lá no Rio estar muito calor, no Brasil ser calor, eu acho que vou me acostumar. Úgy gondolja, hogy nagyon hozzá fog tudni szokni, egy kicsit furcsa még neki, de Brazíliában ugye most nagyon meleg van, de azt hiszem, nem lesz ez a probléma. Itt játszik most Európa legjobb gárdája, illetve hát a te leendő gárdád. Hogy fekszik, mennyire fekszik neked ez az európai stílusú kosárlabdázás, hiszen ha jól tudom, európai csapatban még soha nem játszottál. Joga as melhores equipas da Europa, como tua também agora. O que pensas, como é que elas são e o que pensas, como é que tu podes jogar numa equipa europeia? Eu acho assim que não vai ter muita dificuldade não, é só jogar o que eu jogo lá no Brasil. E aqui com certeza estão as melhores equipes, espero que chegue aqui e ajudar a equipe daqui para fazer uma boa partida. Remélem, hogy most, hogy ideért, hogy ideért tud egy kicsit segíteni a csapatnak, szerintem nem lesz probléma az alkalmazkodás, és a kosárlabda az mindenhol olyan, hogy nem probléma ez nálam. Mikor mutatkozol be Rád Géber Lászlónak, hiszen úgy tudom, a mester még nem látott játszani? Quando é que vais apresentar para o treinador, porque ela sabe que tu, o treinador ainda não te viu jogar? Acho que amanhã de manhã, vou estar aqui treinando, acho que vou dar o máximo de mim para com certeza no sábado fazer uma boa partida. Hát holnap délelőtt már edzés lesz, és délután, úgyhogy a maximumot fogja adni magából, és szombaton játszani fog, úgyhogy reméli, hogy már akkor teljes erőbedobással fog tudni a csapatnak a rendelkezésére állni. Mi szurkolunk mindenképpen a beilleszkedéshez, és köszöntünk itt Pécsen. Köszönöm a szót, és ez pedig már is a stúdiói. Csak egy apró megjegyzés, ugyan 5 ponttal még mindig a franciák vezetnek, de a második negyedet már a Mizó Pécsi VSK nyerte. Jön mindjárt az első két játékrész értékelése, maradjanak velünk. Félóra kirándulás a kosárvilág zseniális varázslóinak világába. A tengeretúli profilig a legfrissebb hírei, a legjobb mérkőzések összefoglalói és a legszebb jelenetek felidézése mellett bemutatkoznak a gyűrűk birodalmának jelenkori sztárjai és halhatatlanná nemesült legendái. Óriási összecsapások, parádés átadások, sorsdöntő dobások, palánklengető zsákolások. Mindez együtt csak egy helyen, az NBA Actionben. Csak itt, a Sport 1-en. A műsor támogatója a Vestel. És a sebesség élményét az SPQR garantálja. Öt ponttal tehát a franciák vezetnek, de nagyon érdekesen alakult ez a mérkőzés. A negyedik perc tájáig 2-2 volt az eredmény. Úgy nézett ki, hogy itt ma strike van a pécsi pályán, aztán beindultak. Ez most, ez a 33-28, ez már egy átlagos elfogadható eredmény egy fél időben, nem? Főleg ilyen jól védekező csapatoktól. Igen, én azt hiszem, hogy mindkét csapat elég könnyedén kezdte el a játékot. A Pécsen nem az látszott, mint egy héttel ezelőtt, hogy keresztül akarja futni az ellenfelet, gyors játékra törekszik, agresszív játékra törekszik, gyors kosár befejezésekre, hanem egy
picit megijedt szerintem, vagy nem is megijedt, hanem próbálta feltérképezni, hogy idegenben, hogy fognak játszani a franciák. A franciák is tartottak a Pécstől, mert azért jól ismerik egymást az elmúlt évekből, és ők sem akartak neki esti, neki rontani a pécsieknek, és ebből adott, hogy az első 5 perc, hát az mintha 0-0-ra játszottak volna. Aztán ugye utána elmentek a franciák 6 ponttal, alig 30 másodperc alatt, és utána ezt tartani is tudták a negyed végéig. Hál' Istennek a második negyedre már egészen másképp alakult a dolog. Igen, összekapta magát a Pécs, és szerintem ráéreztek a lányok arra, hogy azért a franciák sem legyőzhetetlenek, és talán az értékét növeli még ennek a második negyednek, hogy Rád Géber sokat cserélt, viszonylag felforgatott csapat, most ezért nagyon idézőjelbám ez a felforgatott csapat, de olyan játékosok is huzamosabb ideig a pályán voltak, akik esetleg ilyen rangadókon, vagy ilyen sorsdöntő meccseken azért sokkal kevesebbet szerepelnek. Na akkor nézzük az illusztrációkat is, mindaz, amit Buttás Pál eddig szóban nem. Itt egy nagyon jó védekezés volt, és ez a védekezés egy kicsit merném mondani a pécsiek tipikus és speciális védekezése. A támadásnál Béresnek ez egy nagyon-nagyon jó megoldása, illetve a center megjátszás. Tehát itt lehet látni, körbeveszik hárman a labdást, Károly már helyezkedik, hogy a passz irányba belépjen oda a két francia támadó közé, mindkét irányba ott tud lenni. Nagyon nehéz ebből megjátszani, és meg is szerzi nagyon szépen a labdát. Tehát ez az, amire mondtam, hogy a Pécs mindig felkészül erre, nagyon gyors mozgással dolgozik. És itt jön aztán a másik megoldás. Nem lehet középről bejátszani a centernek a labdát, mert Waters ott van labda felől, nem engedi, de egy gyors passzal nem tud olyan gyorsan Béres elé visszaérkezni, és egy szép ívelt labdával Branzova zicser helyzetbe hozza, amit ő ki is használ. Nagyon szép center játék volt. Megint a védekezés volt jó, a lepattanó labdáért a kizárások. Bent megint dolgoznak a centerek, üles elzárásból dolgoznak. Károlynak a csel. Tökéletes a játék. A kizárás. Három támadó, három védő. Esélye nincs a francia támadóknak, hogy megszerezzék a labdát. Ez megint meg kell, hogy mondjam, pécsi specialitás, és már ott volt Iványi, mint negyedikként, és azért szerint sok lepattanót le a védőpalánk alatt, mert ilyenkor ő fut be, és a kizáró emberektől megszerzi. Üres elzárásból dolgozik, váltanak a franciák, és most a másik oldali játék lesz jó. Béres indul ki, forgatják át a labdát egy elzárásra, Károlyra, de hát ezt a franciák is tudják, hogy erre készülnek. Éppen ezért Károly, mikor beindul, van neki egy visszamozgása, és ebből egy nagyon gyors, nem is teljesen jó a blokk, de arra pontosan elég, hogy már zicser helyzetbe érkezzen be a palánk alá. Nem zavarták Iványit, tökéletes volt a bejátszás. Franciák szerzik meg a lepattanó labdát, próbálnak gyorsan játszani, de nem igazán sikerül nekik, és inkább a felállt védelem elleni játékot erőltetik. Rossz volt a váltás, vagy nem is volt váltás, nem is akarták, és amit már a múlt alkalommal is elmondtam, a védekezésbeli különbségek. Itt most a franciák zárnak ki és szerzik meg a lepattanó labdát. Tehát ami ott is hiba volt, hogy nem előről labda felől, mint a másik oldalon láttuk Béres esetében, hanem Branzova megint beáll a center mögé. Majd ebből a váltásra nem tudják eldönteni, hogy mit csináljanak. Ugye mind a két védő ott maradt bent a palánk felüli oldalon, és egy pillanatra elbizonytalanodnak. Majd most jön egy váltás, és most, mikor oldalra kijön a labda, itt látszik, hogy Branzova teljesen mögött áll. Már most is oda lehetne adni a labdát, és amikor ki akar lépni, abban a pillanatban érkezik a labda, a Waters megveri, későn jön a gyenge oldali besegítés, például szépen a rotációból szépen dolgozott Károly, és így tudott egy könnyű zicserrel pontot dobni. Köszönöm szépen, ennyit akkor egyelőre az első félidő értékeléséről. Hamarosan visszakapcsolunk majd Pécsre, jöhet hamarosan a harmadik negyed. A címvédő John Ruiz.
A kihívó Roy Jones Jr. A tét a WBA bajnoki öve. Egy kőkemény éjszaka. Élőben Las Vegasból csak a Sport 1-en. Az ökölvívó mérkőzés közvetítésének támogatója az MKB, a minőség, kényelem, biztonság bankja. Egy fél idő, egy műsorvezető, három vendég és megszámlálhatatlan vélemény. Ez a Heti Helyzet. Egy műsor, amelyben három dologra vagyunk kíváncsiak. Nevezetesen arra, ha valaki ellopta, elszökött vagy elszerette. Egy műsor, amelyben a hét sporthíreit kommentáljuk. Egy műsor, amelyben nem szakmai elemzéseket, hanem színeket, ízeket és érzéseket mutatunk be. Egy műsor, amelyik az ország nevezetes figuráinak spontán reakcióira épít, akik csak mondják, mondják és megint csak mondják a magukért. Nekünk egy dolgunk lesz, hallgatni. Heti Helyzet, a hét sporthíreinek kommentálása minden pénteken, csak itt a Sport 1-en. A műsort az EON közreműködésével láthatják. Egy rövid véleményre még van idő tőled, Pali. Andi üzeni, a Gdynia és a Burzs, ezek vannak ugye a másik csoportban az első, illetve a második helyen, teljesen egyforma játékerőt képvisel, így mindegy, hogy melyikkel meccsel a Pécs a négy közéjutásért. Igen, lehet, hogy a két csapat valóban a játékerőt illetően egyforma, szerkezetileg más a Burzs és a Gdynia, de Rád Géber ezt pontosan tudja. És azért nem csinál ő ebből most már ügyet, hogy most harmadik lesz a csapat, vagy a negyedik, szóval nem gyötri a játékosok a lelkek, hogy nekünk már pedig itt harmadiknak kell lenni, gyerekek, mert ha harmadikak vagyunk, akkor ilyen jó lesz a sorsolásunk, meg olyan jó lesz a sorsolásunk. Ezt ő is elfogadta, és én úgy veszem észre, hogy elfogadtatta a lányokkal is, és ezáltal egy nagy komoly nyomás alól felszabadította őket. De valóban így van, egyformák, én is úgy ítélem meg. Hát reméljük, hogy ez a felszabadítás már mint lélekben sikerült most a félidőben is. Rád Géber Lászlónak következzék a folytatás, ismét Pécsi a kép és a szó. 5 pont a különbség, tehát a csapatok már kint, 1 perc 13 másodperc a kezdési. Károly Andrea 10 pontot dobott, és hát ezzel ő a legjobb dobónk, de egyébként a statisztika olyan túlságosan sok bíztatót a pécsiek játékával kapcsolatosan nem mutat. Pálinkás József készült is ebből. Igen, hát eleve a dobó százalékunk nagyon gyenge, 39%-kal dobtunk az első fél időbe, míg a franciák 44-el, és itt megjegyzem, hogy az sem jó százalék. Egy jó százalék az, ahol 52-53-55% körül mocorog. Két pontos dobásainkat 44%-kal dobtuk, ebben szintén megvertek a franciák minket, ha csak egy pici százalékkal, míg a három pontos dobásokban is a franciák dobtak 10%-a, 40%-a dobták a távoli dobásokat, és mi pedig 30%-a tudtuk ezt teljesíteni. Lepatonó labdába egyelő 13-12-re nyertük a lepatonó labda szerzését, tehát egy lepatonóval többet szereztünk összesítésben. Ami azért nagy dolog, nagy csapata szemben, ahol nem volt ez a center. És ebben Iványi Dalma is komoly érdemeket szerzett, mind irányító játékosunk. No hát akkor a folytatás Rankilivel, Branzovával, Károly Andreával, Iványi Dalmával és Keller Anna Máriával. A másik oldalon a szokásos megvárató taktikázás zajlik. A játékvezetők igen türelmesek a franciákkal szemben. De lehetséges, hogy ez valami állandó idegesítő szisztéma a francia csapat játékában, illetve a játék hiányában. Addig, amíg jönnek a franciák, bocsánat, hogy belekotyogok, hogy gyorsan ezt szeretném mondani, hogy valóban nagyon fontos lenne azt, amit Rád Géber László az időkérdésnél mondott a játékosainak, hogy próbáljunk indítani, próbáljunk könnyű goldobni, mert ez eldöntheti ezt a mérkőzést, és ez nagyon fontos része lesz a mérkőzésnek az, hogy a lányok egészséges önbizalomba álljanak bele azokba a helyzetekbe, amik adódnak a mérkőzés során, mert ez az első negyedben nagyon nehezen sikerült, de nem észmadárkodjak, inkább bizakodva nézzük a második félidő elé. Van még egy rossz adat, amiről Pálinkás József nem ejtett szót az előző felsorolásban. 10 eladott labdája volt a pécsi csapatnak az első félidőben, az nagyon sok. De hát úgy is látták, hogy mennyire soknak is látszott meccs közben is. Ez rövid és el lehetne hozni, Keller kiről ment ki? Keller lábáról. Voltesznek nagyon tetszik az ítélet. Mosolya a képernyőn látható volt.
A döntés pedig jó és precíz, azt meg most mi láthatjuk. Lozon. Szoré dobja és dobja be, 35-28. Bizony, és a környékén sajnos senki nem volt. 7 fontos tehát az Orsi előnye. Úszóval hivatalos rövidítésük, az Orsi nevet használják Franciaországban. És Valenciennes a település, ahonnan a csapat ide Pécsre érkezett. Branzova óriási küszködésben ott a franciákkal. Szerencsésen volt, meg hát erősen marad egy ilyen harc után arra, hogy utána repüljön még a labdának. Csendben megjegyzem, hogy nagyon sokan nem jelentkeztek, hogy segítsenek neki. Fészter dobja el. Így dobhatja. Ranzomára kilép Antib, nem lehetett neki tenni a labdát. Károly. Most talán igen. Tranquilli. Kis szerencsére került hozzá a labda, aztán a többi már nem a szerencse kérdése volt. 5 pont. Fister. Szoré dobja a csapatkapitány. Szép lapos dobás volt. Iványi megállíthatatlanul és part nélkül a játékvezetők szerint, de a labda most viszont marad a pécsieknél legalább. Szegény Iványi Dalma két irányból is kapott egy-egy nagyot. Olyan is lett a dobás utána. Tranquilli. Keller. Branzova. Károly. Károly André a dobókedve és harciasság előtt le a kalappal. És mit láthatta a gyötrődést is bírja. Lozon elnézést kért. Ő tudja a legjobban, hogy bizony odaütött Károlynak, ennek ellenére feldobás lett csak a vége. És nem falt Károly. Ha bemegy tripla, a lecsorok Kelleré. Vagy kié, Fiszteré. Keller gyakorlatilag a pici Fiszter kipendelített az alapon a túlra. Szoré. Ez pedig egy csúnya és fájdalmas ütközés. Minden szándékosság nélkül Tranquilli lába akadt össze Fiszterével. Nem is, Rózonéval. Igen. Béres Branzova csere a pécsieknél. És Károlyi Újvári. Antib és Waters konzultáltak. Na, hogyan továbbról? Kellett. Addig már szori, amíg el kellett dobni a labdát. Így már nem is lett jó a megoldás. Mi azt is mutatja egyúttal, hogy ügyesek voltak a pécsi lányok. Újvári. Tranquilli nem lehet átcsorogni, 4 másodperc. El kell dobni a Iványi Dalmának, el is vállalja. Aztán megbeszélik a lányok, hogy valakinek mozognia kellene, miközben Antibot láthatták a képen. Iványi Dalma sarkalta a többieket egy kicsit szaporább mozgásra. Igaza van egyébként, mert hát eléggé egyedül volt most is. Igen, és hát nagyon nehéz úgy álló embernek odaadni a labdát, hogyha nem mozdulnak felé, a labdás ember felé. Tranquilli helyére egyébként közben bejött Sandra Popovics, amíg mi a büntetőket néztük. Még mindig, vagy már megint 5 pont a különbség. Nézőpont kérdése. Waters, Fister, Lozon. Úgy, de szerencsénk van. Bizony, mert Antib rendesen leszakadt Béresről. És itt az ment utána, de már elkésett. Nem baj, kell néha a szerencse is.
Keller. Ez egy pontos passz volt, csak jól védekeztek a franciák. Megint jól védekeztek. Béres. Egy-egyben. Újvári Eszter szabálytalankodott Lozonnal szemben. Az utolsó utáni pillanatban egy kicsit hamarabb talán okosabb lett volna. Igen, mert akkor nincs dobás érte. De hát még elég távol volt a ezt még az előtt pillanatban a Lapzontól. Lozon az elsőt kihagyja. A másodikat meg nem. 38-32 a franciáknak. Popovic, Béres. Iványi Dalma vállalja el és dobja be. Iványi Dalma, mint oly sok mérkőzése most is. A pulci csapat motorja, egyik legjobb dobója, labdaszerzője, és hát védekezésben sem rossz, amit mutat. Ennek ellenére most védőfaltnak látták a játékvezetőt. Én támadónak. De rosszul láttam, a támadónak láttam, ez is jó ítélet volt. Rotters, esik egy nagyot, nem történt semmi. Lozon, a kosár jó, és még jön rá egy dobás is. A közönség tüntetése nem emiatt, az eset miatt van egyébként, hanem még az előző Iványi Dalmaféle szabálytalanság okán. Ők nem látták az ismétlést, mindegy igen. Lozon. A lepattanó Antip kezébe kerül, aztán pedig az övéről megy ki. Popovic csúszott, mászott a labdáért. 6 pont, Popovic. Iványi. Popovic beálltával talán egy picikét gyorsabb lett elő a játékunk. Béres, Keller, Béres. Újvári Eszternek le a sarokba, ez pedig egy tripla. De nagyon kellett ez most. 37-40, 3 pont az előnye a francia csapatnak. Waters. Sorry, Fister, Waters, most kell védekezni, de nagyon ügyesen. Ennél is ügyesebben. Igen, megint mögötte voltunk sajnos. Tehát ezt egy személyben levédekezni, ezt a velva a játékos nagyon nehéz. Keller. Béres. Visszaszerzi, eldobja újra, de Károly nem ment be. Így is büntető jön. Csak így kettő, hogy meg egy lett volna a két pontra. Nagy különbség. Igen. Visszatérve az előző gondolathoz, Waters védése nagyon fontos ott a palánk alatt nekünk, és bizony akár vilütítje, akár Keller fogja, akár ki fogja oda, mindenképpen vagy elé helyezkedésben kellene valahogy semlegesíteni, vagy pedig visszasegíteni, mert különben nagyon sok pontot fogunk még kapni a hátralévő időben a palánk alól. Amiért pedig Pálinkás József mondta, hogy mindegy ki fogja Keller vagy vilutítja, az azért volt, mert éppen ez a csere zajlott a pécsi padnál. Waters, és valóban vilutítja marad Waters mellett. Jordának is feladva hát a lecke. Újvári Eszter csípte el a lepattanót. Iványi vilutítja. És megint el lehet azt onnan vállalni, bizony. Csoda, ugye. Kevés hiányzott. És amennyire gondot jelent a pécsi lányoknak a Hóri Orgas Waters, ugyanannyira jelent gondot Lozon meg Fister, a két pici francia. Bizony. Akik hihetetlen fürgék, és ezzel rendesen élnek is ezzel az adottságukkal. Nehéz őket követni, nehéz utolérni őket.
Szerencsére Lozon jelenleg szerint elég gyakorlatilag adja a büntetőket. Iványi. Popovics. Újvári Eszter. Ulutikének nem lehetett adni, pedig őt keresték, Popovics. Még az alapvonalnál most kellene tovább tenni valakinek. Jó volt a blokk bizony Véressel szemben. Ez a franciák védekezése változatlanul brilliáns. Rendjében László idegállapotát pedig az előző kép hűen mutatta. Ezen ez a találat sem sokat segített. Lödrém gólpasszából Szoré talál be. Újvári majdnem elhalázták előle. Milutíke látták Milutíke mozdulatát az előtt, hogy valaki jöjjön már. El kellett dobni a Iványi Dalmának. Teljes találástalanság támadásban időnként a pécsi csapatjátéka. Egy újabb védekezési megoldást csinálnak a franciák, hogy szinte fölkínálják a három pontos dobás lehetőségét, és nagyon behúzódnak. Na most ebben a behúzódó védekezés ellen nagyon nehéz megtalálni a helyzetet. Az, hogy távolról el tudjuk dobni, az egy dolog, de sajnos az előző védekezéssel távoli dobás sem ment be. Úgyhogy egy kicsit fölkínálják nekünk, hogy távolról puskázzuk el a dolgainkat, és szorosabban bent védekeznek. Éppen csak a labdásra kilépnek, az összes többi rögtön húzódik vissza a büntetőn belülre. Itt a három, itt van. Iványi. Közönség persze csak azt látja, hogy valamitől nem megy a dolog. Ennél még rosszabbul érezhetik benn magukat a lányok a pályán, akik arcukra írt. Elég csúnya grimaszokból tényleg leolvasható, hogy mit gondolnak a játékról, mit éreznek. Rádgében Lászlónak pedig eddig tartott a türelme. Közte 10-38-48, valamit tenni kell, valamit csinálni kell. Halljuk, mit talált ki. Igen. Remélem, halljuk is valóban. Valószínűleg csúnyára hangzik, és majd Pálinkás József legfeljebb bokárug érte. Nekem olyan érzésem van, mintha Rádgéber László pont annyira tanástalan lenne most az oldalvonal mentén, mint amennyire a lányok bent a pályán a támadójáték tekintetében. Ez a próbáljátok valamit kreálni, ez az eldobom a gyeplőt, rátok bízom gyerekek, mit csináltok bent? A Lacinak ez egy slang, ez a kreálni, ez ő azért ezt fölépítette már tudatosan, és ebbe azt próbálja a lányokba súlykolni, amit mondott is utána, hogy mindenképpen mozogjatok labda nélkül, és próbáljatok helyzetbe kerülni, és kreatívan próbáljátok megoldani ezeket a helyzeteket. Tehát egy kicsikét azért oda bízta a dolgot, hogy ahogy igen, az élet igen. Adja, nagyon nehéz, bátran. Nagyon nehéz még, ezt, van itt az íme példa, hogy ott bent egyszerűen képtelenség helyzetbe kerülni. Tehát visszahelyezkednek a francia lányok, és ilyen nagyon jó időben jövő kosarakkal lehet csak, amihez némi szerencse is kell. Hát igen, és gyakorlatilag a Dudaszot megelőző tört másodpercben talált be végül Méres Tímea, de betalált. Ez a lényeg. És ez a másik nagyon nagy baj, hogy Branzova faltja után dobni fog a francia csapat, míg a franciáknak csak kettő személyi hibájuk van, és azért ennél sokkal agresszívabban játszanak. Tehát itt egy picit, hagyd mondjam azt, hogy a játékvezetést is bírálom. Montes meg nagyon jól volt be a büntetőt. Sajnos. Hát ő elő sok mindent csinál nagyon jól a kosárlabdázásból. Szinte mindent. Újvári. Megint ott a 10 pontos különbség. Károlyi. A negyed végén legalább picit közelebb kerülni. Van még egy perc.
így nehéz lesz. Szerencsére a megelőzés Batkovistól szabálytalannak minősül. Brazova kezével együtt ütött el a labdát. Ez az, amiről Pálinkás József beszélt, szabálytalankodhatnak, ezért mindig csak a harmadik csapat hibájuk ebben a negyedben. Nem dobunk utána. Brazova. De ő bedobja. 42-50. Védekez szól a buzdítás, kicsit elhaló a most 5000 néző torkából. Persze faltot láttak a nézők, fontosabb a vitánál, hogy megvan a labda, Újvári. Tranquilli a túloldalon várja, Brazova kapja, Újvári. Béres próbál szabadulni Waters őrizetéből, na onnan nem könnyű. Károlyi. Hányszor, de hányszor sikerül, most nem. 6 másodperc. És 8 pont. Ez nagy homály szerencsére. 2 másodperc, valamivel kevesebb, 1,9. Egész precízen a hátralévő idő. El kell dobni Újvári ezt a dobott már onnan a kosarat. Méghozzá az orosz válogatottnak egy válogatott mérkőzésen. Nagyjából ugyanonnan itt Pécsen. Most nem sikerül. Közte 8, tehát 50-42-re vezet a francia csapat a pécsiek ellen. Ha van valami periódus ebben a mérkőzésben, akkor a negyedik negyedet megint a pécsieknek kell nyerni. De ha nyerik is, vajon mennyivel elég lesz-e? Egyetlen biztató a harmadik negyedben, hogy szoros volt, mindössze 3 ponttal tudtak ebben diadalmaskodni a franciák, de összesítve a 8 pont nagyon soknak látszik. Monarchia a legjobb magyar pincészetek borait kínálja önnek. Keresse a Monarchia válogatásait. Minőség megalkuvás nélkül. Fél óra kirándulás a kosárvilág zseniális varázslóinak világába. A tengeren túli profilig a legfrissebb hírei, a legjobb mérkőzések összefoglalói és a legszebb jelenetek felidézése mellett bemutatkoznak a gyűrűk birodalmának jelenkori sztárjai és halhatatlanná nemesült legendái. Óriási összecsapások, parádés átadások, sorsdöntő dobások, palánklengető zsákolások. Mindez együtt csak egy helyen, az NBA Actionben. Csak itt, a Sport 1-en. A műsor támogatója a Vestel. Már csak egy negyed maradt a pécsieknek, hogy megverjék Európa legjobb női kosárlabda csapatát. Jöjjenek akkor ismét. 42-50, tehát őszintén szólva a pécsiek nagyon jól állnak, sokkal jobban, mint amit a statisztika mutat. 34%-ra dobták eddig a pécsiek a mezőnyből a labdát. 49%-kal a franciák, ez nagyon nagy különbség. És nagyon sok minden megmutat abból a gyötrődésből, amin a pécsi csapatnak át kell mennie ezen a mai találkozón. Bizony, és elsősorban a támadásban, mert 50 pontot kapni az, már másodszor mondom ezen a mérkőzésen, az belefér. De a támadó játékunk az nagyon nehezen működik. Károly megpróbált eljátszani, Lózon szabálytalan volt, ezt nem ették meg, Tranquilli viszont a lepattanóért ment. Iványi. Béres. Brazova. Tranquilli kapott egy nem túl precíz labdát, Iványi. Megint vissza Brazovának, most lehetne megfordulni, így van. De szépen csinálta csak az a befejezés. Szoré. Tranquilli szerzi meg. És hozzá valószínűleg nem az volt a baj, hogy a labda volt kint, hanem a Tranquilli lába is már. Minden esetre a két játékvezető nem lesz Pécs díszpolgára, ez most már biztosnak látszik. Na
fordul meg. Kiváló Dalma jól védekezett vele szemben, kis lépéshiba gyanú is volt. Iványi. Tárnyítás olyat még azt is mutatta, hogy láb is volt benne. Dob be Dalma. Nem be, de legalább eldobta, ez igaz. Igen, és azzal kapcsolatban, amit mondtál az első félidő végén már, hogy engedik a külső dobásokat, és aztán az harmadik negyedben csak egyértelműbbé vált. Azzal az a nagy baj, hogy ezzel a lehetőséggel viszont nincs senki ma a pécsi csapatban, aki megbízhatóan élne. Nagyon jól látod, így van. Sajnos. A lányok a lehetőséget felismerik, hogy jó, hát ha nem megy a palánk alatt, akkor el kell vállalni kintről, de hát nem nagyon megy. Branzova, eladott labda megint. Lozon, sorry. Branzova, jól van, legalábbis lefelezte, ha már eladtak. 54-42. Megint a bolgárlány. Igen, és ha ilyen védekezést kapunk, akkor könnyű innen a pulpitosul diktálni és mondani a dolgainkat, de amit a Ángé Malac is mondott meg, te is említettél, kéne könnyű gólokat dobni, tehát ne álljon föl ez a borzasztó beton francia védelem, hanem indítsunk és próbáljuk ebből dobni. Az egész mérkőzésen egy ilyen fél indításszerű volt, amikor Iványi Dalma egy 3-2-es helyzetet hozott ott össze még az első negyed környékén. Onnantól kezdve semmi, végig felállt védelem ellen szenvedünk. Hát igen, de hát ehhez labdát is kellene szerezni. Ja, csak még egy gondolat, ne felejtsük el, hogy Európa legjobb csapat ellen játszik. Hát igen, de azt megverni dicsőség. Még ha nem is elvárás. Igen. Ez így van. Lozon, Batkovic. Az bizony gyönyörű labda volt. Még szerencsé, hogy ők is tudnak ilyen helyzetben is rontani. Batkovic, nem is tudom, hogy hogy dobta ezt el. Illetve hát tudom, rosszul. Branzova a dobás pillanatában kap egy faltot Batkovictól. Ez akkor elméletileg három dobás kellene, hogy legyen, mert én úgy láttam a vonalon kívülről eresztette volna el Branzova. Igen, jól láttad. Három bizony. Batkovicsnak pedig ráadásul a harmadik személy hibája, vagy gyorsan le is hívják. Albina Branzova. Talán a hirtelen jött csend zavarta meg. Itt szusszalni nem mert senki ebben a teremben az elmúlt néhány másodpercben. Háromból kettő megvan. És megint 10 pont a különbség. Lózon. Tiszter dobja el. Ja, hát így nehéz. 44-57. Károly. Méres nagyon szépen fordul meg. 11-re csökkenti a hátrányt. Lózon. Dalma megint eszméletlen, hogy mit dolgozik. Igen, csak hát ezek a elhalászott labdák, amik általában összejönnek a meccseken, most Lozonnal szemben, meg Fisterrel szemben borzasztó nehéz feladat elé állítják Iványi Dalmát is, ezzel zseniálisan fedezik és vezetik a labdát. Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a védekezésben bizony a fizikai erőlétünk is fölörlődik, ami kihatással van a támadójátékban a dobás biztonságra. Keller és Újvári jött be egyébként Károlyi és Branzova helyére. És mire mégre megvenne Iványi Dalmánál a labda, addigra vissza is adják a franciáknak. Ez nem. Tisztel, Waters. Lejön az. Tranquilli. Waters kezéről megy ki, marad a pécsieknél.
Tranquilli. Szívet lehet adni. Igazából senkinek van még 3 másodperc. Most kell bedobni. De is megy, jól van. 10 ponton belül a pécsiek. Egy nagy hajrával még akármit történhet ezen a találkozón, és van még 5 perc. Waters. Keller úgy kergeti Waters, mint aki a legyeket kergeti a szobában keresztül, Kasú. Aztán őszintén szóval fel is löpte. Ezt most nem vették észre a játékvezető, és megy tovább, ezt viszont igen. Újvári kap egy faltot. Lehet jönni egy kicsit följebb. Utolsó 2-3 percre jó lenne. 3-5 pontos hátrányig felhozni a csapatot, onnan már. Igen, ez az szerencsével, kis taktikázással. Ez akár az bizonyos lehet a meccset. Ez az bizonyos utolérősdi, amit folyamatosan egész meccs során csináltuk, hogy mindig megpróbáltuk utolérni, és utána mindig visszaengedtünk. Hát remélem itt a végjáték az nem ezt fogja mondani. Jó védekezéssel, megelőző védekezéssel labdát kéne most szereznünk. Segíts vissza! Méres egyedül ki, nagyon sokáig, aztán jön a segítség, és meg is van a megoldás. Méres Tíma egyébként óriási mintát végezőről a meccsen, és nagyon jól játszik. Keller. Iványi. De kár érte. Elgondolás nagyon jó volt, csak picivel magasabbra sikerült. Megint jöhetnek a franciák, a belga Waters jó voltából. Ödren 7 pontos különbségnél, és megvan Tranquillinél a labda, most kéne egy kis segítség. Iványi Dalmától jön is, és megvan! Ott kell maradni, számadjuk le őket, maradjon! Ezt hallják a lányok is, csak közben jön az időkérés. Persze, hogy Laurent Buffard is látja, hogy mi történik. 4 perc, 8 másodperc és csak 5 pont a hátrány már. Az elmúlt 2 perc, nagyon fontos 2 perc volt ezen a mérkőzésen a pécsiek szemszögéből. És tudtunk 2 gólt dobni, ami megfordította Iványi Dalmának ez a balkeze zicsere, és rögtön utána érződik a csapat, hogy na most letámadjuk őket, de hát sajnos a francia edző közbeszólt. Nézzük a Laci rajzát. Hát őszintén szóval elsősorban valóban csak nézzük. A kicsi közönség, hogyha belelendül, akkor egy mukkot nem lehet érteni semmiből. Igen, és hát nekik ez a dolguk, és ettől Európa hírű ez a csarnok egy-egy ilyen mérkőzése. Azt szokták mondani, hogy egy ilyen hangulatot teremtve egyetlen női mérkőzésre nincsenek sehol Európában. És ezt nem csak a pécsiek állítják, ami egy fontos megjegyzés ebben az ügyben. És egy érdekes dolog, ami úgy adja magát, hogy Rádgével Laci úgy néz ki, hogy egész pályán leküldi, illetve felküldi, letámadásba küldi a lányokat, és egész pályán fogják a franciákat hajtani. Imed Almáik már itt vannak a mezőnyjátékosokon. Ki lépett? Nem, falt. Éres kivel látott faltot a játékban. Ennek nem fog örülni a közönség. Legyünk őszinték, sok örömre nincs is ez ügyben ok. Negyedik hibája Béresnek. Akkor jöjjön le. Mutatja Rádgében László. Bilucsitja érkezik be a pályára. Igen, jaj, jaj! Elment 10 másodperc a támadó időből, de összesen ennyi, amit el lehetett érni ezzel a támadással most. Waters pedig gyönyörűen válik, de sajnos kell erről. Igen, hát el kell dönteni, hogy mögötte maradok, vagy megelőzöm. De hát borzasztó nehéz feladat ezt megoldani. Hát és ahogy mondtad, egyébként Waters-szel szemben többiek meg nem segítettek, igen. Most sem így van. 59-52 az Orsinak. Tranquilli nem tudom mire számított, és kire számított, főleg mindesetre ott csak francia volt. Sorry.
még mezőnybe faltolhatunk, mert csak két személy hibánk van, és azért nem jár dobás. Ott nem kellett volna. Keller és Iványi közös erővel faltolták le Harrison Fistert. Tankvili Károlyi csere. Hát bizony az időkérés a franciáknak tett jót, az egyértelműen látszik most már. És valószínűleg ez a Béres ellen befaltott az alapvonalnál kulcsfontosságú játékvezetői ítélet volt. Még akkor is, ha innen meg nem tudtuk állapítani, hogy mennyire volt jogos. Ez ettől független megállapítás. És miért ne innénk el, hogy az volt? Fisztel! Benzeg most bedobja. 61-52, 9 pont. Most már az időre is figyelni kell. Minél gyorsabban kell pontokat szerezni. Mert először is pontokat kéne szerezni. Iványi. Hoppá! Ekkora tízás. 61-55 maradnak fönt a pécsiek. Megint a letámadás. Ebből viszont indítás kellene. De nem. Fister vár, türelmes. Van 6 pont előnyük. Most labdát kéne szerezni. Walter. Még úgy, hogy mezőnybe faltolhatunk is. Ott egy falt! Iványi dalba törlést kér. Rödrejen nem ért semmit, a játékvezetők pedig mutatják, hogy menjen csak vissza és ne reklamáljon tovább. Nem vissza, hanem lemegy egyenesen a pályáról. Iványi dalma ellenőrizte közben a pálya állapotát, mint rendes neós, megnézte, rendben levőleg találta. 6 pont különbség, 2,5 perc, Újvári, Károlyi. Kap egyet, megy tovább. Milutíke, őt is löntösik rendesen. Most veszi észre a játékvezető. Nikola Antip volt szabálytalan. Igen, csak hát az a baj, hogy azért nem kap. Kettő dobást kapott. De, bocsánat. Nagyon jó. Menjünk őszintén, ez egy szívességi büntető most. De be kell dobni ennek ellenére. Nyújt pont! Labdát kellene szerezni, lányok! Könnyű azt mondani innen, persze. Minutíke volt szabálytalan. Függetlenül talán mindenfajta érzelem nyilvánítástól. Ha látjuk az ismétlést, önök is el fogják hinni, így történt előttük. Igen, így van. Gyerünk, előzzük meg őket védekezésben, labda köszönjük felől. Köszönjük szépen a kollégáknak. Szoré, Újvári most jól védekezik vele szemben, és ott a láb. Csak az a baj, újraindul a támadó idő. Nem baj, védekezünk tovább. Antip. Nyújtól nem szabad most pontot kapni. Se kintről, se bentről, se büntetőből, se olyan. Így van, Iványi dalma. Waters elől halászta el, aki már ment a lepattanóért. Újvári. Be kell dobni, Nyuszi. Így van, remek! Egyetlen pont a különbség! Hihetetlen lélekjelenléttel tudják a lányok, hogy mikor mit kell csinálni, és most úgy látszik, hogy a játékvezetők is, mert természetesen már a bírók egyértelműen jelzik, azért ezen is lehetne vitatkozni. Béres Tineát pontozzák ki a játékvezetők ezzel az ítélettel. Tipikusan az eset, hogy fújható, úgy is, és egy hazai pályán illik ilyenkor a hazai csapatnak megfújni. Szoktuk mondani, hogy illik. Kihagyta, ez a lényeg. Alapvetően a szabályokat illik persze alkalmazni, és akkor még eredményben nagyon sokat nem szólhatunk erre az ítéletre. Keller. Ott volt Iványi, nem vette észre Keller, nagyon várta Milutíkét. Így aztán Iványi közben kijött, most kéne valami okosság, lányok, mert elmegy az idő. 3 másodperc.
Károly megpróbál betörni és bedobja. Az utolsó pillanatban 1-11, egy pont megint. És megvan a labda Ivánnak. 3-1. Milutinje befaltolja Antib. Milutinje kétségbe esik, de aztán igazán nem kell. Két büntető következik. Óriási hajrát vág ki a pécsi csapat. Áll az egész pécsi csarnok, vastaps, hajtják, űzik bele a lányokat a győzelembe, elég lesz az 1 perc 4 másodperc elvett. Egy kicsikét elpackázott harmadik negyed után egy káprázatos végjáték a pécsiektől. És azt mondtuk, hogy nem kötelező a győzelem, de törekedik erre Európa legjobb csapata ellen. Egy szót nem szólhatunk, a pécsieket törekednek rendesen. Milutinje. Könnyedén lesz a csuklóval, mint hogyha egy edzéssel dobná. Pedig ott legbelül biztos nem ezt érzi. 63-63. És megvan a vezetés! És most fel is lehetett volna maradni, lányok, ez eddig bevált. Nem kell visszamenekülni, így van. Ez csak zavargálás volt, és nem annyira letámadás, de talán ezzel is elmegy néhány másodperc. Ki kell védekezni ezt a támadást. Károly szemben Szoréval. Aztán átveszi Milutinje, Szoré eldobja, lejön az a lepattanó, és megvan a lepattanó! Könyörgöm, mit tetszett látni? Károly Andrea, mint ha egy szobrásznak állna modellt. Mozdulatlanul áll azóta is a palánk alatt. Akármit is mondjuk, Lögren dobja a büntetőket. Vagy nem tetszett bírósportásainak a szállás, vagy rossz volt a vacsora, én nem tudom, de... Ha az erős is lenne, azt mondanánk, hogy egy kicsikét elvezetik ezt a mérkőzést. De hogy nem fújnak a pécsieknek, és fújnak a franciáknak, az elég egyértelmű az utolsó időszakban. Nem ezzel kell persze elsősorban foglalkozni, van fél perc még a mérkőzésből, és egyetlen pont és a francia előny. És menni kell, mellettük. Ne kell menni mellettük, hogy szaltoljanak. Iványi Dalma érzi ezt, tudja ezt, csak ott sem lehet elmenni, most mi lesz? Menj el, Andi! Károly eldobja. Ki a labda? Övék sajnos. Keller hagyta, hogy kimenjen az alapvonal a labda abban a hitben. Ezért kérdeztem, hogy ki lehet a labda, mert hogy Keller Mackó hagyta, hogy kipörögjön szépen, miközben meg is szerezhette volna, meg van győződve róla, hogy a miénk lesz, és van még akkor 24 másodperc is gyűrűt él. Ebben lesz a aztán a magyar játékosoknak is angolul magyarázza. Tiszta a helyzet, világos, hogy mi a terv. Meg kell próbálni megszerezni a labdát, ha nem megy, akkor faltolni kell. Hadd dobjanak és miénk a labda. Maradjon 10 másodperc. Ez volt a lényege mindennek, tehát 4,7 másodpercet kaptak a lányok arra, hogy megszerezzék a labdát, hogy faltoljanak. Pontosan. Félre ne értsék, az ember ilyenkor egy ilyen végjátékban nem varja a bírók nyakába, akármi is az eredmény. De néhány egészen furcsa döntést hoztak, viszont megszerezte a labdát Iványi és bedobta! Bedobta Iványi Dalma! Most nem szabad faltolni! 8 másodperc, most figyelni lányok! Viszont eldobja és bedobja ő is! Áll az óra, nem érvényes, áll az óra, Gencsef Plámen mutatja a zsűriasztalnál, hogy nem indult el az óra. Akkor pedig sok minden érvénytelen, de honnantól kezdve érvénytelen? Nyilvánvalóan Iványi Dalma pontjaitól kezdve érvénytelen. Időkérés volt, igen. Nem is indulhatott el az óra, mert épp a franciák kértek időt, csak ezt senki nem tudta. A franciák bejelentkeztek a zsúri asztalnál, ha gólt kapunk, időt kérünk. Gólt kaptak, időt kértek, és ezért szerencsére miközben dobtak egy gólt az érvénytelen. Közben láthatjuk,
Iványi Dalmát szokásos, szenzációs, zseniális erőszakosságával és megoldásával. Rádgéber is teljes transzban. Csak látják Éres Fina arcát, elég elcsigázottnak tűnik, nagy csata volt ez. Van 8 másodperc, 66-65-nél. És nem szabad faltolnunk, mert abban a pillanatban büntetőt dobnak, tehát ezt a 8 másodpercet faltélkül ki kéne védekeznünk úgy, hogy ne tudjanak dobóhelyzetbe kerülni. Sokáig vívottunk itt, hogy ki legyen a legjobb, Béres, aki fantasztikusan játszott, vagy Iványi, aki szintén fantasztikusan játszott. Majd ezt megmondjuk a végén. 5 másodperc és Lózon megy, és valamit kellene csinálni vele, mert csak megy, megy és megvan a labda! És megvan! És a pécsiek meggyerték a találkozót egy elképesztő hajrával. 66-65-re egy ponttal. Közben Laurent Buffon nekiesik a játékvezetőnek, a biztonságiak kaszigálják el onnan. Ugye, hogy senkinek nem tetszett ez a játékvezetés. A franciák azt reklamálják, hogy az utolsó pillanatban még Tranquilli szabályt alakulott. Lehet benne valami kis igazság. De akkor visszalapozunk. A lányok viszont összeölelkeznek, franciák és magyarok, bolgárok és belgák. Ők pontosan tudják, hogy ez egy játék, akármilyen indulatokat is gerjeszt. Azt is tudják, hogy mind a két csapat ott van a legjobb 8 között, és ez a legfontosabb. A franciák tudják, hogy nekik semmi nem ment el ezen a mérkőzésen, hiszen csoport elsők lesznek, a pécsiek pedig tudják, hogy egész Európa arról fog beszélni, hogy megverték Európa legjobbnak nevezett csapatát. Nem véletlenül hallgatok. Most jön a csata kiáltás. Ti vagytok a legnagyobbak, szólt a pécsi közönségnek, a buzdításért hálás csapattól, és a hálás pécsi közönség a játékért hálásan. Óriási tagsor honorálja ezt. Nem játszott jól ez a pécsi csapat három negyeden keresztül, nem talált fogást a franciákon, fogalma nem volt róla, hogy mit kellene kezdeni ezzel a zseniálisan védekező francia csapattal, amelyiket a végén mégiscsak meg lehetett fogni azzal az embertelen hajrával, amit kivágtak a pécsi lányok. Így van, valami hihetetlen fizikai erőállapotot tanúsítottak a lányok, és nem csak hogy embertelen hajrá, hanem az embertelen hajrába betaláltunk, ami egész meccsen nem jött össze, három pontos gólokat tudtunk dobni, és ezek a három pontos kosarak valami eszméletlen jó ütemben jöttek, és ezzel fordítottuk igazán a mérkőzést, meg azzal a borzasztó, lelkes, odaadó játékkal, amit Iványi Dalma is nyújtott, és ez azt hiszem, hogy nagyon sokáig emlék marad mindannyiunknak, még akkor is, ha egy gálamérkőzésről beszéltünk a meccs elején, és megmondom őszintén, nagyon földobottam ezen a mérkőzésen. Azt hiszem, hogy a közönség is itt maradt a meccs után, holott a csapatok kivonultak és itt ünnepelnek. Ez mindenképpen önmagáért beszél. Gálamérkőzésről beszéltünk, mert abban az értelemben mindenképp gálamérkőzés volt, hogy az, amit 3-3 és fél negyeden keresztül a francia csapat védekezésben megmutatott a világnak, azt hiszem, hogy az példa valamennyi női csapatnak. Hát bizony, ez a mérkőzés a védekezés mérkőzése volt, mert mint kis csapat 60-65 pontot kapott, tehát ez egy olyan kevés mennyiség, hogy ez csak iszonyú jó védekezéssel. És ne felejtsük el, ezt már másodszor mondom, hogy Európa legjobb csapatát győztük le, még akkor is, hogy itthon, és azt se felejtsük el, hogy a játékvezetés nem volt mellettünk maximálisan, ami egy hazai pályát ilyenkor megillett, hanem inkább ellenünk fújta. De látják, milyen érdekes, ez mondtam itt a 30 másodperccel a vége előtt, hogy akár mi is a vége, azt a játékvezetők nyakába varni borzasztó nehéz, és talán igazságtalan dolog is, mert annyira kardinálisan nem nyúlt ebben a találkozóban. Az utolsó pillanatban, hogyha Laurent Buffonnal szemben nincsenek ott a biztonsági emberek, valóban tételesen megüti a játékvezetőt, olyan indulattal ment oda, és úgy kezdte ráncigálni, ők sem voltak elégedettek. Itt van Iványi Dalma, egészen fantasztikus labdaszerzése, amelyik egy új szakaszt nyitott a végjátékban, ebben az egészen elképesztő idegörlő végjátékban. Gondolják el, ez a két csapat játszhatott volna úgy is ezen a mai mérkőzésen, de végül is teljesen mindegy, az eredmény mind a ketten ott vannak a legjobb 8 között. A pécsiek belenyugodtak abba, hogy a harmadik helyen jutottak tovább, a franciának nem volt nehéz beletörődni abba, hogy az első helyen ehhez képest produkáltak egy ilyen találkozót, ne a kalappal előttük.
látszik, hogy a presztízs nagyon fontos a két csapat között. Pontosan, és ennek a presztízsnek van egy előmutató képe számomra. Ez a mérkőzés nem csak a hangulatát tekintve, hanem szakmailag is egy borzasztó komoly példát adhatott az edző kollégáimnak is, nekem is, mindannyiunknak, mert ebben a védekezés, az ellene való támadójáték mind kidomborodott, és mellette ez a csodálatos ünnep, ami itt a csütörtök este a Pécsi Csarnokban összejött. Ez a vastag srácgéber rászott fogadja, miközben a közönség várja a csapatokat, és mi most azt nem várjuk meg, hogy ők visszajöjjenek, itt leszünk, amikor visszajönnek, az is így visszaadjuk a szót Budapestnek. Ha már a pécsi lányok itt jöttek, akkor hagyd mondjam én, hogy a meccs 65-65, azt az egy pontot meg adjuk a pécsi közönségnek. Nagyszerű volt, jön az értékelés, de vissza is kapcsolunk hamarosan Pécsre. Nos, mit tesz, ha vendégágyra van szüksége? A gumimatrac felfújása csak gondot okoz, míg az összehajtható pótágy ormótlan és sok helyet foglal. Bemutatjuk a Turbo Maximust, a nyugodt álomzálogát, ami alig egy perc alatt megvethető. Nézze csak, milyen egyszerű, akár az egyszer egy. A Turbo Maximus kényelmes gerincbarát ágy, amelyen szavatoltan jól alszik. Különleges támaszrendszere a Turbo Maximus szerves része. A Turbo Maximus tartós, akár egy valódi ágy. Felületét bársanyos szövet borítja, így a lepedő sosem csúszik félre. Eszményi megoldás, ha önnek vagy barátainak nyugvó helyre van szüksége. A hagyományos gumimatracokat nehéz felfújni, még nehezebb belőlük a levegőt kisajtolni. Ezzel szemben a Turbo Maximus egy perc alatt felfújható, és ugyanilyen gyorsan kiszippantható belőle a levegő. Ebben ugyanis egy különleges villanypumpa lesz a segítségére, amit a Turbo Maximus biztonsági szelepére kell illeszteni. Tartozékaival akár más felfújható tárgyat is feltölthet levegővel. A Turbo Maximus kényelmesen elfér egy ruhásszekrényben, az ágy alatt, sőt, bárhová magával viheti. Miért sátorozna hát a földön, ha valódi ágyon is nyugovóra hajthatja a fejét? Használja autóban, tévézen kényelmesen, vagy használja pihenésre és olvasásra. A Turbo Maximus oly kellemes, mintha selymes bárányfelhőn álmodoznak. Ne habozzon hát, áldozzon a kényelmére. Ráadásul nem is sokat, hisz az álomágyat a kizárólagos televíziós ajánlat révén verhetetlen áron rendelheti meg. Hívását jutalmazzuk. A villanypumpáért ugyanis nem számítunk fel felárat, ajándékként mellékeljük. Ügyfélszolgálatunk készséggel várja a jelentkezését. Nézzék el, hogy nem a miénk a szó, mert hogy Pécset tart a fiesta. Simon Judit következik. Köszönöm szépen, de ebben a hatalmas fiesztában alig hallom a hangotokat, viszont rendkívül boldog vagyok, hiszen egy boldog csapatkapitány, mestert üdvözölhetek itt magam mellett. Nagyon kemény volt ez a mérkőzés. Az elején nem lehetett mit kezdeni a franciák védekezésével, aztán viszont egy fantasztikus végjátékot produkáltak a pécsiek. Most tehát annyi kis apró dolgon múlott ez a mai meccs, és azt gondolom, nagyon jól játszottunk. Hiányoztak a kicsit fűszerezett egy-egyek, tehát a franciák jobbak voltak egy-egyben, labda nélküli mozgásban. De hát ez a hazai pálya előnye, ez a közönség, ez a szív, szerint az össz time-outunk bejött, az össz megbeszélésünk megjött. Erre a 14 másodperc úgy készültünk fel, hogy az első, az rögtön labdaszerzés legyen. Mert általában az emberek azt mondják, falt, nem falt. Tehát ez félrebeszélés. Tehát labdát kell szerezni ilyen csapdából, és ha az nem siker, akkor falt. És akkor olyan 10-nél faltoltunk volna. Tehát ha nem sikerült volna az első, és akkor egy hármassal esetleg. De most mondok csak egy apró kis jelenetet, és analizálják ki a sokan biztos nézték a kosárlabda, a sportrajongók a meccset. Mondok egy olyan dolgot, ami
ha nem a román játékvezető van most alapvonalon, amikor Lawson betört, hanem a szlovén, akkor lehet, hogy más lenne az eredmény. Én nem tudom, tényleg nem tudok mit mondani, négyszer zsinórba kaptuk ezeket a bírókat. Szerintem át kellene gondolni. Most ugyanaz a mese, magyar sportdiplomácia, stb. Ne ezzel foglalkozunk, de fel kellett hoznom. Még egy probléma az, hogy ebben a városban a sportcsarnok, most is 5000 ember, nem tudom mennyire látták itt, hogy mi történt, városi sportcsarnok foglalt, és nem tudtuk magyar kupa döntőt rendezni. Persze Miskolcra is győzni megyünk, mert minden, de egy ilyen fiesztákat nem szabad megengedni, hogy ilyen dolgok történjenek. Lányok ma bebizonyították, hogy megérdemlik a fizetésüket, sőt, legyőztük az Euroliga győztest. Győzött ismét a szív és a lélek, van még egy mérkőzés hátra a csoportmérkőzések sorában a Tárb ellen. Még megvan a remény a harmadik helyre. Van egy centerünk, menni fog. Remény. Beilleszthető vajon ez a center, vagy lehet egyáltalán már játszani? Most őszintén ez a meccs után és ez a végjáték után értelmesen elvárjátok tőlem, hogy beszéljek a brazil centerünkről, akkor én elnézést kérek és nem tudok. Tehát annyi villanás van a fejünkben, tehát arról van szó, hogy még egyszer mi a brazil centerre zárjuk le ezt a beszélgetésünket. Én elnézést kérek a nézőktől, ki fog derülni. Annyit kell tudni, hogy ez egy legtehetségesebb játékos a világon. Amikor Tuvicet, ugye őt se tudtuk, hogy ki van, legyőztük az Euroliga győztest, és most ez az egyetlen dolog foglalkoztat. És köszönöm szépen még egyszer a Sport 1-nek, hogy az éteren keresztül sokan, nagyon sokan szurkolhattak, és láthatták ezt a kosárlabda ünnepet. Mi pedig nagyon köszönjük a pécsieknek azt, hogy egy ilyen ünneppel ajándékoztat meg minket, és gratulálok! Hamarosan jön a mérkőzés legjobb játékosának kikiáltott Iványi dalma, én bízom benne, hogy most már közeleg, és minél gyorsabban ide is ér. Igen, mert hogy valószínűleg nem ér téged váratlanul, ezt én szeretném majd odaadni, jó? Nem ér téged váratlanul, hogy ismételten te kaptad a pécsiek legjobb játékosának szóló címet, és ezzel együtt ezt a pezsgőt, amit fogyasztatok egészséggel. Hogy érezted magad most a pályán? Nem lehetett egyszerű. Hát nem volt egy egyszerű mérkőzés, mert azt hiszem, hogy az Euroliga egyik legjobb csapatát sikerült ma legyőznünk. Igazából a játék nem ment mindig számunkra, és ez nehezítette meg a mérkőzést. De azt hiszem, hogy végig hittünk magunkba, hittünk egymásba, és hittünk a győzelembe, és ez hozta meg a sikert. Tehát végig keményen dolgoztunk, és bíztunk abba, hogy a végén valahogy csak összeszedjük azt az egypontos győzelmet, ami meg lett. Egy pillanatig sem éreztétek kilátástalannak ezt a mai meccset? Hú, hát ezt így nehéz elmondani, mert volt azért néha, amikor megfordult a fejünkbe, hogy semmi nem jön össze, zicsereket hagyunk ki, ők meg bedobnak mindent, de azt hiszem, hogy valahol legbelül végig bíztunk magunkba, és tudtuk, hogy ha keményen védekezünk, és hogyha darálunk a mérkőzésen, akkor meg lesz az eredménye. Dicsérendő ez a hihetetlen lelki energia, ami most volt bennetek. Még egyszer gratulálok, és akkor hajrá a Tárb ellen. Köszönöm szépen, a szó pedig Egonéki, én innen már a búcsúzom. Köszönjük, Judit. A hit, amit mondott az imént Iványi Dalma, azt hiszem, hogy ebben az egész szezonban nagyon sokszor segítette át a pécsieket, amikor bizony néha nem ment igazán jól a játék, de nagyon akarták, és ez átvitte őket a nehézségetek. Ez a mai meccsen ennek a példája igazából. Pontosan ez a hit nagyon kellett, és nagyon, annál is inkább nagyon kellett, mert nem olyan paraméterekkel munkálkodtak olyan a játékosok, hogy ezt a mérkőzést elvárta volna. Hiszen 44%-kal dobtunk, közelről 32%-kal 3 pontos, és 40%-kal dobtunk összességében, míg a franciák 47%-kal dobtak. Most mi ennek a tulajdonképpen levezetése az, hogy ha nem dobunk 93%-kal büntetőt, és nem dobunk jó százalékkal az utolsó 10 percbe, akkor ez egy gyalázatos vereség lett volna. Ennek ellenére a lányok talpra tudtak állni, és talpon tudtak maradni, és ebbe az utolérésbe végre utolérték magukat, és még egyszer hangsúlyozom, és a franciákat nem utolsó sorban. És a franciákat úgy, hogy távoli dobásokkal, fáradtan, utolsó pillanatokban, Iványi Dalmának egy nagyon jó döntő pillanatban szerzett labdával és egy közeli zicserével meg tudtuk fordítani azt a mérkőzést, úgyhogy még egyszer mondom, le a kalappal a lányok előtt, úgy az öröm terén is, és úgy a szakmai
téren is. A dolog meg megy tovább, jön a Tarbeleni meccs, aztán a legjobb nyolc között a soproniak is és a pécsiek is, mind a két csapatnak gratulálunk. És hát ugye itt felsoroltam a mérkőzés elején, talán van még aki emlékszik rá, rengeteg Európa-bajnok, világbajnok helyezett volt itt a pályám francia oldalon. Nagy dolog ez a mai győzelem itt Pécsen. Köszönjük a figyelmüket, búcsúzunk innen, a szó pedig Kaperef József és Buttás Páli Budapesten. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönjük szépen. Hát már mindenütt örömködtek, Pali, kezd el te is, mert én nem tudom, hogy ezt hogyan kell értékelni, egy csodálatos győzelem. Én már ugye egy pontot adtam a közönségnek is, nem csak a pécsieknek, mindenkinek, aki az országban szurkolt a pécsi lányokért. Egy pontos győzelem, ezt másképp értékeli a néző is, másképp a szakvezető is. Láttuk, hogy Rád Gibe Laci alig tudott megszólalni. Hát hogy ne, mert azért az ember életében ritkán adódik ilyen pillanat, hogy egy ilyen csodálatos mérkőzésen, mert azt mondtuk, hogy nem számít, a Valencia már ott van az első helyen, bejutott a Pécs is, bejutott, kevés esélye van, hogy erről a harmadik helyről ellépjen, de azért ezek igazi sportemberek, mind a két csapat. Szóval igazi sportemberként azért akkor is, ha kiment már ez az 5000 ember, vagy 5500 ember, ők ki akarták szolgálni, maximálisan ki akarták szolgálni őket, és valóban sikerült is, és ezért nagyok ezek a pécsi lányok, és ezért csodálatos a sport, hogy egy kicsit elvonatkoztassak, mert ilyenek vannak az ember életében, és biztos vagyok abban, hogy aki ezt megélte Pécsen, ott a helyszínen, az soha nem fogja elfelejteni. Na próbáljuk akkor azokat a szép jeleneket még egyszer felidézni. Igen, nézzünk egy néhányat. Itt gyorsan. Ugye volt egy meingás a csapatnak, a harmadik negyed után úgy nézett ki, hogy már nem jön össze, de aztán nagyon-nagyon összeszedte magát a pécsi csapat, és ilyenek kellettek. Egy jó védekezés után egy kiszorított dobás, Béres visszaszerezte, és egy fantasztikus dobás. Védőről. Tehát nézzük, jól védekeznek a franciák, ott vannak minden passzon, szinte levegőt sem tudnak venni a játékosaink. Itt lehet látni, a labdást támadják, az első szándékú átadási helyen két játékos van, azt mind a kettőt úgy fogják, hogy ilyen véres verejtékkel lehet odajátszani a labdát. Tárainak muszáj volt már dobni, tehát nem volt sok lehetőség, mint egy kiszorított helyzetből, ott volt a védő, és aztán jött a még nehezebb, mert nem ért gyűrűt a labda, tehát lejárt le a támadóidő, és ekkor van Béresnek egy nagyon-nagyon gyors befutása. Volt ez, kimegy a palánkoló, mert muszáj kimennie. Ugye Branzova bedobott már néhány távoli dobást, ma nem annyira, de azért ő be tudja a három pontost is dobni, és ez egy nagyon fontos gól volt. Nézzük, hogyan játszották át a letámadást. Amikor a centerek visszajöttek, vagy legalábbis volt ez, visszajött a letámadás ellen, megmondom őszintén, esélyünk sem volt. Azért ez a klasszikus letámadás elleni játék, hogy egy center középre visszajön, ő onnan elrendezi. Most ha van egy olyan, mint Wolters, akkor ugye még az is mondja, hogy ő labdát is tud vezetni. Tehát ő dobta be a labdát, visszakapta, elmegy labdavezetés, és amikor megtámadnák a kicsik, ott látszik, hárman ott vannak rajta. Tehát három magyar védő oldalra lejátsza, innen kellene érkezni egy védőnek, de nagyon nehéz, mert már hárman ott maradtak,